Szeretettel köszöntök mindenkit, kérem mindenkit, hogy jöjjön közelebb és foglalja el a helyét, és minél beljebb, hogy a esetleges később érkezőknek is legyen ülőhely. Ugye a Semmelweis Egyetem által meghirdetett Zöld Egyetem szabadon választható tantárgy keretében én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes előadáshoz érkeztünk, és sok szeretettel köszöntöm körünkben Áder János elnök urat, aki Magyarország államfője volt két cikluson keresztül, és mindig is fontosnak tartotta a klíma és a víz védelmét, és én azt gondolom, hogy érdekes abból az aspektusból megismerni az ő véleményét, amely nyilvánvaló lényegesen több oldalról világítja meg azt a kérdést, mint amit mi az orvos és egészségtudomány területén látunk. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm őt, és azt kell mondanom, hogy mindig is szívesen jött, és nem először van a Semmelweis Egyetemen, ezt köszönjük neki, és nagyon várom azt, hogy egy aktív orvos egészségtudományi hallgatóság fog itt bemutatkozni. Úgy tudom, hogy már előzetesen is érkeztek kérdések, úgyhogy ennek megfelelően csak ezt a lelkesedést szeretném a továbbiakban is átültetni, úgyhogy felkérném elnök urat, hogy a klíma-víz fenntarthatóság témájában tartsa meg előadását, én meg itt maradok moderátornak, amennyiben erre szükség lesz, de én azt gondolom, hogy remekül fognak a fiatal kollégák elnök úrral jönni, úgyhogy elnök úr, köszönöm, hogy itt vagy. Nagy sorra van a barátországot. Tisztelettel köszöntök mindenkit. A kollégával, aki szervezte a mai találkozót, a fiatal emberrel beszéltünk. De az eredeti szándék az volt, hogy tartok egy 60 perces előadást, és utána kérdések lesznek. De önök előre dolgoztak, vagy legalábbis a kollégáik, diáktársaik egy része, mert elküldtek 9 kérdést. Ez nem szokás egyébként, de ez nem zárja ki azt, hogy utána lehessen szóban is kérdezni. Tehát, hogyha majd valakiben még maradt motoszkál kérdés, akkor természetesen a prezentáció végén lesz mód és lehetőség kérdezni. És azt kérték, hogy egy egyórás előadás legyen. Ennek sose sikerült. De abban maradtunk, hogy próbálunk valami közbűső megoldást találni, hogy, és akkor ez a vizesbloknak a megtartását jelenti, mert eredetileg a vizesblokkot ki akartam venni, mert biztos, hogy nem fért volna bele az egy órába, nem is fog. De akkor beleépítem a 4 kérdést. Látni fogom itt a kérdéseket a monitoron? Jó, akkor majd a kérdéseket felolvasom, hát ha nem mindenki tudja. És akkor a 4 kérdés eleve már ott abban a blokkban, majd megpróbálok legalábbis valamilyen választ adni rá. És akkor utána majd önök kérdezhetnek. Annyiban lesz rendhagyó a mostani előadás, hogy 2 olyan aktuális kérdés, és mindig szoktam valamiféle aktualitást beletenni ezekbe az előadásokba és a prezentációkba is. Most 2 olyan is van, ami vélhetően közérdeklődésre tarthat számot. Az egyik a futballvilágbajnokság. Mi a köze a futballvilágbajnokságnak a klímához? Na, mindjárt megtudják. A másik pedig az úgynevezett COP27, ami Sármáshelyben volt, nem tudom, valaki figyelemmel kísérte-e, klíma iránt érdeklődők esetleg igen, egy bólogatót látok, tehát nem olyan rossz arány, tehát van, aki figyelemmel kísérte, hogy mi is történt Sármáshelyben. No, erről mindenképpen beszélek, mert mind a kettőnek van köze egyébként ahhoz a témához, klíma, víz, fenntarthatóság, merre tart a világ. Mind a kettőnek van erre a kérdése, ehhez a kérdéshez valamilyen kapcsolódása. Futball VB, szeretik-e a focit? Még a hölgyek is bólogatnak. Mennyire kísérték figyelemre az előkészületeket? Mérsékelten. Hát ez a fejmozgás, ez a mérsékelt. Akkor mondok néhány dolgot. Először nézzük Katart. Katar egy nagyon kicsi kis ország, mindössze 12.000 négyzetkilométer, ez nagyjából egyhatod a Magyarországnak, és nem egészen 3 millió lakosa van. De
a világ olajkészletének 13%-át birtokolja. A világ ismert olajkészletének 13%-át birtokolja, és egy olyan ország, ahol most is egyébként gyakran 35 fok felett van a hőmérséklet, ezért is történt az, hogy nem nyáron, a megszokott időben, a bajnokságok után, hanem novemberben, egy teljesen szokatlan időpontban, majdnem karácsonyig tart egyébként a VB, rendezik meg a világbajnokságot. Na de hát önmagában csak az időpont megválasztása nem segített, 35 fokban sem olyan nagyon jó futballozni, épített Katar 8 stadiont, 8-at. Mutatok egyet ezek közül. Ez már önmagában is egy heroikus vállalkozás, de ezek hűtött stadionok, azért gyorsan hozzáteszem, tehát légkondicionált stadionokról beszélünk, és azért, hogy jó minőségű legyen a fű, és hogyha a mérkőzések során ez a fű, a gyepszőnyeg megsérül, lehessen azonnal cserélni, javítani, 8 éve folyamatosan, egy 40 futball pályányi területen gyepet erősítenek, telepítenek, erősítenek. Minden évben 150 tonna fűmagot visznek az Egyesült Államokból repülőgéppel, és az 40 futball pályányi területen, a sivatagban ilyen zöld felületet képeznek, azért, hogy 8 óra alatt egy ilyen stadionban ki lehessen cserélni a teljes gyepszőnyeget. Ezt mindezt azért mondom, hogy érezzék a nagyságrendet, hogy mire vállalkoztak a katariak. Persze ezt a füvet, a gyeptéglákat is, meg a stadionokat is öntözni kell. Hát honnan van víz? Tengervízből. Sótalanítása. De a sótalanítás az egyik legdrágább mulatság. Rendkívül magas energiaköltséggel jár. Természetesen az energiát az ott található olaj és földgáz biztosítja, tehát ennek meglehetősen magas a klímalábnyoma. Igaz, a szervezés pillanatában és akkor, amikor Katar elnyerte a futball VB rendezésének jogát, azt mondták, hogy ez egy klímasemleges vagy karbonsemleges világbajnokság lesz az első ezek közül. Most ehhez képest a becslések, amik arra vonatkoznak, hogy ennek a 4 hetes futball VB-nek mi lesz a karbon lábnyoma, nagyjából 6 millió tonna széndioxidra teszik. Ez Magyarország éves kibocsátásának körülbelül az 1/10, amit csak ez alatt a 4 hét alatt, csak a futball VB eseményeihez kötődően Katar többlet kibocsátása. És még egy dolog, amit érdemes tudniuk, ez az egész. 220 milliárd dollárba került. 220 milliárd dollárba. Eddig a legtöbb, vagy a legdrágább futball VB az 20 milliárd dollár volt. Ennek a 11-szerese. És akkor tegyük fel csendben azt a kérdést, hogy egy ilyen kicsi ország mit fog kezdeni ezzel a 8 pályával majd a futball VB után? Van-e értelme egyébként ilyen döntéseket hozni a FIFA részéről? És annak a 200 milliárd dollárnak, amivel többe került, mint az egyik legdrágább, vagy a legdrágább VB, nem lett volna esetleg jobb helyen másutt. No, ennyit a futball VB-ről. Most itt mutattunk néhány dolgot, amit mögöttem volt, ezt nem kommentáltam, tehát csináltak. Ez a propaganda része, mondjuk, hogy a marketing része, csináltak, ha egyel visszalépünk, egy olyan stadiont, egy konténer stadion, amit a 8-ból egyet, amit majd a végén elbontanak. Jó, és csináltak ilyen kisegítő létesítményeket, amiket a végén majd megint elbontanak, ilyen konténerekben laknak egyébként a munkások, meg a kisegítő személyzet. Most arról nem is beszélek, hogy arról egy óriási botrány volt, azt hiszem a valamelyik angol lap, brit lap számolt be arról, hogy hányan haltak meg, és több mint 6000 ember halt meg az előkészítő munkálatok során. Tehát miközben egyébként most a Qatar Airways-t látjuk, egyébként ez egy jó légitársaság, hogyha majd utaznak, Qatar Airways-szel minőségi szolgáltatást fognak kapni, ez egészen bizonyos. Ennyit a futball VB-ről. Mondtam, hogy kevés lesz az egy óra, elbeszéltem már 5 percet, pedig még csak az első bevezetőnél tartok. Nézzük a kopot. Ki foglalkozott a koppal? Kop 27, Charles Marshall? 1, 2, akkor a többieknek egy kicsit több. Tehát
Minden esztendőben, 1995 óta, vagy 96 óta, majd mindjárt látni fogunk egy táblázatot, az majd válaszod erre a kérdésre, tartanak egy úgynevezett klímakonferenciát, 1995 óta, Berlinben volt az első. Ezek a klímakonferenciák arról szólnak, hogy hogyan lehetne 95 óta, 27 éve, hogy hogyan lehetne egyébként a kibocsátást csökkenteni. Hogyan lehetne a légkör szén-dioxid koncentrációját csökkenteni. No, készült egy ábrám, tábla, ezt még eddig nem használtam, úgyhogy nekem is új. Innen azért elég nehezen fogok oda, de talán lehet látni. Tehát a berlinéhez képest, ugye az egyik vonal azt mutatja, hogy mennyi a légkör koncentráció, ezt úgynevezett ppm-ben ez az egysége, mérik. A másik pedig a kibocsátás mutatja a piros vonal. Mind a kettő láthatóan meredeken emelkedik, csak a Covid időszakában látnak egy törést, amikor egyébként van egy gazdasági, egy komoly gazdasági visszaesés. Minden esztendőben, független attól, hogy hol volt ez a bizonyos COP, hol volt ez a klímakonferencia, utána a kibocsátás is, és a kettő összefügg, és a szén-dioxid légköri koncentrációja is nőtt. Párizs is egyébként, 7 évvel ezelőtt, 2015-ben egy ilyen kopos rendezvény volt. Párizsról talán többet tudnak, az meglehetősen nagy felhajtása veszte a párizsi klímakonferenciát, óriási előkészítés volt, előtte az amerikaiak és a kínaiak megállapodtak, ez felhajtó erővel bírt, és mindenki ünnepelt akkor. Rába tapsoltak, nagy lelkesedés volt, hogy elfogadtunk olyan célokat, amiket mindenki abban bizott, hogy majd be is fogunk tartani. Az egyik cél az az volt, hogy majd másfél fokkal fog csökkenni, tehát elérjük azt a célt, hogy a földfelszíni hőmérséklet ne emelkedjen másfél foknál nagyobb mértékben. Mert a tudósok azt mondják, hogy ha nagyobb mértékben emelkedik, akkor már baj lesz. Hogy mekkora baj, erről majd esetben később beszélhetünk, hogy mekkora veszély. Az elfogadás pillanatában világos volt, hogy nem reális ez a célkitűzés. Azt akkor is tudtuk. Benne van egy másik, hogy jó, ha ez nem sikerül, akkor legalább, de azt mindenképpen, de nagyon, nagyon megígérjük, hogy 2 fok alatt tartjuk a földfelszíni hőmérséklet emelkedését. Most ezek után minden ország leadta a saját nemzeti vállalását. Ezeket összesítették. Úgyhogy én amikor hazajöttem Párizsból és láttam ezeket az anyagokat, már akkor azt mondtam, hogy nagyon jó, hogy megtörtént Párizs, de hogyha mindenki csak a vállalásait teljesíti, akkor a 2 foktól is nagyon messze vagyunk, akkor 2,7 foknál vagyunk. Tehát közelebb vagyunk a 3-hoz, mint a 2-höz. És ráadásul a helyzet azóta csak romlott. Tehát nem arról szól a történet, hogy mindenki teljesíti a vállalásait, sőt még ambíciózusabb vállalásokat tesz. Nem. Hanem rosszabb állapotban vagyunk most, 7 évvel Párizs után, mint a szerződés aláírásakor, a párizsi megállapodás elfogadásakor. Ez a helyzet. Föl kell tennünk azt a kérdést ezek után, különösen, ha látjuk az előző ábrát, még visszamegyünk oda, hogy van-e értelme ezeknek a kopoknak, ezeknek a klímarendezvényeknek. A mostani Sharm el-Sheikhben tudják, mennyien voltak ott? Mondjanak egy számot. Hányan lehettek ott, hányan tanácskozhattak, úgymond? 1000. 1000? Másik szám? Mennyi? 4000? Egy harmadik, három a magyar igazság. Mennyi? 200. 34000. 34000 ember sereg lett oda. 34000. Általában 30 és 40 ezer között szokott lenni minden esztendőben. Most nem kell azt mondani, hogy 34 ezer ember nem tud tanácskozni semmiről, tehát ne áltassuk magunkat, ez teljes illúzió. És szerintem részben ezért, mert 34 ezer és 40 ezer ember sem tud tanácskozni, nem tud eredményre jutni, ez reménytelen, döntésszociológiai képtelenség. Plusz az eredményeket látva nem nagyon sikerült egyébként a célt elérni. Én azt gondolom, hogy el kéne azon gondolkodni, hogy talán ezt nem kéne folytatni. Mert sokkal hatékonyabbnak gondolnám, hogyha ezt majd, erre majd kitérek, hogyha Kína és az Egyesült Államok folytatná a Párizs előtt megkezdett tárgyalásokat és megállapodna, és sokkal hatékonyabbnak gondolnám, hogyha nem ennyi ember, hanem csak 200 vagy 300 a G20-ak képviseletében leülne és megállapodna. Mert a G20-as országcsoport felelős egyébként a kibocsátás 80%-áért. 34 ezer ember sose fog megállapodni semmiről.
deklarációk lesznek, ünnepélyes kínálkoztatások lesznek, tüntetések lesznek, és egyébként nem történik semmi. Ezt látjuk 27 éve. És van ennek helye, lehetne ez New Yorkban, ott az ENSZ, lehetne ez Bonnban, van egy korábbi főváros, teljes intézményrendszerrel, lehetne Brüsszelben, sokfelé lehetne egyébként ez. És a G20-akra, egyébként én Párizs után, csak hogy nem utólag vagyok okos, én Párizs után írtam egy levelet ezeknek az országoknak a vezetőinek, hogy ahhoz, hogy a párizsi cél elérhető legyen, ahhoz minden egyes országnak ambíciózusabb célokat kell a korábban megfogalmazottakhoz képest kitűzni. Hát nem, érdemi választ nem nagyon kaptam erre a kezdeményezésre, de ez egy zárójeles megjegyzés volt. No de, most ez, hogy kinek mekkora a felelőssége, ugye ez a tábla azt mutatja, és ugye Melinda azért adta ezt be, mert ugye beszéltem Kínáról és az Egyesült Államokról. Jól látható, hogy a Kína és Egyesült Államok összkibocsátása a világ kibocsátásának 40%-a. Tehát Kína és az Egyesült Államok nélkül semmiféle klímacél elérése nem reális. Semmiféle klímacél kitűzése nem reális. És hogyha a G20-akat ide kapcsolom, az azért érdekes, mert ők hozzák a másik 40%-ot. Tehát hogyha megállapodik ez az országcsoport és 20 ország, 20 résztvevő, most nem 20 ország, mert abból az egy Európai Unió, az több ország, de 20 szereplő csak könnyebben megállapodik, mint 34 ezer. Ez józan paraszti észre is belátható. De nem ebbe az irányba megyünk. Itt az azért érdekes, mert Magyarországnak, hogy mekkora a súlya ebben és mekkora a felelőssége, azért a számok azt világosan bizonyítják. És akkor mondok néhány dolgot, ami miatt azt mondom, hogy mindaz, ami itt zajlott, és most már nem először sajnos, az szemfényvesztés. Szemfényvesztés az, és a mai nyilatkozatok egyébként azt mutatják, hogy az Európai Unió vezető politikusai is egyébként csalódottan jöttek haza Egyiptomból, nem indokolatlanul egyébként. Majd beszélünk a műanyag szennyezésről, vagy beszélek a műanyag szennyezésről, az mégiscsak szemfényvesztés, hogy a legnagyobb műanyag szennyező az a Coca-Cola. Naponta, óránként, percenként eladott PET-palackoknak az egy hatodát Coca-Colával töltik meg. Ehhez képest ennek a konferenciának a legnagyobb szponzora a Coca-Cola. Timmermans főbiztos helyettes úr nagy mellénnyel küldt egy sajtótájékoztatót, tartott egy héttel ezelőtt, és azt mondta, mi, európaiak, eddig volt 55% az ambíciónk, hogy annyival fogjuk csökkenteni majd a kibocsátásunkat, most ezt megemeljük 57%-re. Most a Magyarország 0,14%-át látják. Ha az Európai Unió, ide veszem a teljes uniót, az kevesebb, mint 10%-a a kibocsátás. Tehát most az, amit Timmermans vállalt, az körülbelül annyi, hogyha Indiában elindítanak egy közepes szénerőművet ezzel egyidejűleg, akkor nem csináltunk semmit. Tehát ez szemfényvesztés megint csak. Ráadásul Törökország bejelentette, hogy 2030-ig nem hogy csökkenteni fogja, hanem 32%-kal növeli a kibocsátását. Kína kétszer annyi szenet vásárolt már az idén Oroszországtól, mint tavaly. És 7%-kal növelte a szén kitermelését a tavalyi esztendőhöz képest. Miközben egyébként Kínában a naperőművi és a szélerőművi kapacitásnak a bővítése is zajlik, és nukleáris erőműveket is építenek, de nem mondtak le a szén felhasználásáról sem. Svédország. Svédország új kormánya bejelentette, hogy nem tudják teljesíteni a vállalásukat, legalább 10%-kal fog növelkedni egyébként Svédországnak a kibocsátása. Németország a következőt mondta, hogy hát most ugye növelik a szén erőműveknek a kapacitását, egészen pontosan 16 szén erőművet újra nyitottak, 11-nek a működési idejét pedig meghosszabbították, de most ez egy átmeneti idő, most átmenetleg növeljük a szenet meg az olajat, de egyébként a cél, a 2040-es, 2050-es cél azért továbbra is érvényes. Ez engem emlékeztet arra, amikor egyetemen tanultuk az állam elhalásáról. Ez önöknek nem téma, jogelméletben az állam elhalása. Hogyan hal el az állam? A szocialista jogelmélet szerint. Úgy, hogy előtte megerősödik. Ez komoly, tehát ez nem vicc, tehát ez tananyag volt.
hogy először meg kell erősödni az államnak ahhoz, hogy elhaljon. Most nagyjából ugyanezt látjuk itt is, hogy ahhoz, hogy majd a 2050-es kibocsátás csökkentési célokat elérjük, először egy kicsit még ki kell bocsátani. És hát a németek most már nem vesznek ugyan orosz szenet, de vesznek dél-afrikait, vesznek kolumbiait, és vesznek amerikait. A saját kitermelés felfuttatása mellett. Most a szállítási költségekről akkor ne beszéljünk. No, és akkor a bevezető, hosszúra nyúl bevezető után akkor nézzük, hogy az eredeti célok és az eredeti prezentáció is. És ugye ezt elfelejtettem mondani, de ezt tudják, mert a bevezetőben hallhatták, hogy önöknek is kell egy kicsit dolgozni. Elérkeztünk az első kérdéshez. Még mielőtt valaki esetleg itt álomba szenderülne, az első kérdés így hangzik, hogy hány fővel emelkedett a világ népessége az idén? Mert ugye csak el kell jutnunk valahol az okokhoz és a magyarázatokhoz. Néhányan úgy látom hisznek a közös munkában. A tesztelésnél hányan voltak, tehát hány embert várunk? Ugye még csak 50-en voltak? Hát annál most már azt hiszem többen vannak azért. Na most már 60-an voksoltak, úgyhogy azt hiszem nagyjából ez a kicsit fölötte vagyunk már. Hát van, aki azt gondolta, hogy csökkent. Vannak a ketten. Van, aki azt gondolta, hogy stagnált a Covid miatt, de a többség azért eltalálta a helyes választ. A helyes válasz az első. Miért is hoztam ide a népességrobbanásnak a problémáját? Mint az egyik fő okot legalábbis szerintem, ami az egész fenntarthatóságot és részben a klíma és vízválságnak a problematikáját is magyarázza. Ha megnézik ezt a táblát, elég magasan van, úgyhogy én csak egy nyaktörő mutatvány lesz, hogy állandóan putogatni. Ha megnézik az emberi fal megjelenésétől, itt tartunk, az első világháború után vagyunk így a 20-as évek közepe. Tehát az emberi faj megjelenésétől 2 milliárddal nőtt a föld népessége. Majd utána történik egy hatalmas robbanás, és 100 év alatt, éppen a múlt héten értük el a 8 milliárdot, tehát 100 év alatt meg 4-szereződik. Ezt, ha másként mondom, hogy sokkal merbevágóbb, tehát az emberi faj megjelenésétől sok 100 000 évről beszélünk, eljutunk a II. Világháború utánig 2 milliárdra, és utána 100 év alatt, mindössze 100 év alatt ez meg 4-szereződik. Most ugye ez vízfogyasztásban, energiafogyasztásban, infrastruktúra építésében, és itt tovább, és itt tovább, nyilvánvaló többletigényt jelentett az elmúlt 100 esztendőben és az elmúlt évtizedekben is. Hogy ez mit jelent a mi két témánk szempontjából, a víz és az energia szempontjából, ugye a zöld vonal mutatja a népesség, a kék a víz, és a piros pedig az energiafogyasztásnak a növekedését. Ebből azt láthatják, hogy a népesség növekedéséhez képest a vízfogyasztás 2-szer olyan, az energiafogyasztás pedig 3-szor olyan gyorsan nőtt. És ennek az energiafogyasztásnak egy jelentős része az fosszilis alapú, és itt érkeztünk el a klíma problémához, tehát ez szén, olaj, földgáz. 80, attól függ, hogy melyik évet nézem, 80-85-90% az fosszilis alapú. Mindenhez egyébként kapcsolódik egy igen jelentős urbanizáció. Ez azt jelenti, hogy ma már minden második ember városlakó, még akkor is, hogyha egy ilyen bádogvárosban lakik. Nem ritka, tehát most ez egy indiai város, Mumbai egyébként, de vagy Mumbai, attól függ, hogy melyik időszakból származó fogalmat használjuk. De ilyet tudnék mutatni Dél-Amerikából sokat, Afrikából sokat, Mexico City mellett hihetetlen 10 millió számra élnek emberek ezeknek a nagy gigapoliszoknak a peremén ilyen körülmények között. Víz nincs, szanitáció nincs, az egészségügyi, higiéniai feltételeket könnyen el lehet ezek után képzelni. És a tendencia folytatódik természetesen,
2050-re el fogunk oda jutni, hogy 4 emberből 3 városlakó lesz, és azoknak egy része ilyen körülmények között lakik majd. Víz. Az előbb ugye látták, hogy kétszerűen gyorsan nőtt a vízfogyasztás, és most már beszések vannak arra vonatkozóan, hogy melyek lesznek azok az országok, ahol vízstressz lesz, azaz az emberi mindennapi életfeltételek biztosításához szükséges vízmennyiség nem áll majd rendelkezésre. Mert vannak különböző becslések, általában ez 600 km per év, amit egyébként becsülnek. Nagyon sok ország már most ez alatt van, és egyre rosszabb lesz a helyzet, ez most már elég jól látható a népesség növekedés és a vízfogyasztás növekedése következtében. A rossz hír az, hogy már most 2,5 milliárd ember olyan helyen él, olyan helyén él a világnak, ahol víz stressz van, tehát nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű víz. És 2050-re az akkori népesség, becsült népességnek, megint csak egy becslés, körülbelül a fele, ez nagyjából 4,5-5 milliárd embert jelent majd, ilyen vízstresszes régióban lakik majd. Ennek nem nehéz elképzelni a gazdasági, társadalmi, szociális, egészségügyi és aztán persze politikai következményeit. Ha akarják, majd erről beszélgethetünk egyébként a kérdések kapcsán. De ha már kérdés, akkor elérkeztünk a második kérdéshez. A második kérdés az így hangzik. Mikor tartalmazott annyi széndioxidot a légkör utoljára, mint most? Hát egy nagyon magabiztos válasz, soha, mindjárt. Nos, hát most a többség azt gondolta, hogy soha, nem ez a helyes válasz. A helyes válasz legalábbis ebből a választási lehetőségből a 800 ezer év. De a tudósok között vita van erről. Tehát ez a mondjuk így konzervatívabb számítás. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy 2 millió évvel ezelőtt, vannak, akik azt mondják, hogy 4 millió évvel ezelőtt, vannak, akik azt mondják, hogy 15 millió évvel ezelőtt, de mindegy is. Az biztos, hogy ennél sokkal magasabb koncentráció is volt, széndioxid koncentráció is volt, de ez már messze-messze föltörténeti időszakra visz minket, vissza 3-3,5 milliárd évre kell visszamennünk, de ez most nem érdekes. Most az biztos viszont, hogy a Homo sapiens megjelenése óta ilyen magas a légköri koncentrációja a széndioxidnak nem volt. Ez biztos. És az is biztos, hogy a koncentrációnak a növekedése, erre majd mutatok gyorsan nem sokára egy mozgógrafikont, az egyes becslések szerint 15-szörösen, más becslések szerint 35-szörösek, fogadjunk el egy átlagot, nagyjából 20-szorosa, tehát a tempó, a növekedés, a koncentráció növekedés nagyjából 20-szorosa a korábbi időszaknak. És most itt néhány földtörténeti korszakot mutatunk, de menjünk vissza, mert ez túl gyors, és egy némi magyarázat kell azért ehhez. Ugye beszéltünk, a kérdés a 800 ezer évre vonatkozott, most beszélünk 100 ezer évről, aztán 10 ezer évről, aztán a honfoglalásról, 150 év, és most az utolsó 60 év, mindegyikről egy-egy mondat. De 800 ezer évről beszéltem. Most itt arról beszélek, ami be van karikázva. Ez az utolsó 10 000 év. Ha megnézzük az azt megelőző időszakot, tehát az utolsó 100 000 évben hihetetlen nagy kilengések vannak. Ez hőmérsékleti kilengést is eredményez természetesen. De az utolsó 10 000 évben van egy megnyugvás. Ezt hívják a tudósok paradicsomi állapotnak, amikor ezek a kilengések jóval kisebbek, és ezt teremté meg tulajdonképpen a mezőgazdasági művelésnek, a kiszámítható mezőgazdasági művelésnek a feltételeit és az emberi kultúra gyarapodásának az alapja. Itt már 10 000 éven belül vagyunk. Most eljutunk a honfoglalás pillanatáig. A honfoglalás pillanatától, hogyha megnézik a grafikont, azt látják, hogy most, ez így volt egészen az ipari forradalom kezdetéig, egy lehűlő időszakban kellene lennünk. Egy lehűlési időszak volt az államalapítástól egészen az 1800-as évek elejéig, amikor aztán az ipari forradalom
és annak energiaigénye irgalmatlan mennyiségű olaj és szén felhasználását eredményezte. És jól látható, hogy onnan viszont van egy fölpattanás, és jelentősen nő a földfelszíni hőmérséklet. Ha még közelebbi korhoz jövünk, tehát még kisebb periód, vagy rövidebb periódus nézünk, itt most már az elmúlt mondjuk 150 évet, akkor is azt látják, hogy a hőmérséklet látványosan, ebben is persze vannak kilengések, mozgások, de azért jól látható van, hogy 1880-hoz képest 2020 az jóval följebb van. Ma már 1,2 fokról beszélnek az ipari forradalomhoz képest, Magyarország esetében egyébként ez már sajnos több. Tehát a Kárpát-medence ebből a szempontból érzékenyebb terület. Ha akarnak, erről is beszélgethetünk, hogy ez mit jelent a mi szempontunkból. És akkor eljutottunk az utolsó 60 évhez, legalábbis azt gondolom, és most jön a mozgógrafikon. Na, akkor most nézzék meg ezt a grafikont. Az egyik oldalon látni fogják a szén-dioxid szint koncentrációt, ez a baloldali, a másik oldalon pedig a földfelszíni hőmérséklet emelkedését. Megállt? Pedig el fogunk jutni, ha nem is a mai napig, de a közeli évekig. Ha jól emlékszem, 2017-nél állunk meg. Tehát azt gondolom, hogy ez a mozgó, én azért szeretem ezt nagyon, és azért is mutatjuk be, amikor csak lehet, mert jól mutatja, hogy a kettő között, tehát ez nem kell komoly egyetemi tanulmányokat végezni, de hogy a kettő között okokozati összefüggés van, az józan paraszti észre is belátható, én azt gondolom. Tehát ahogy emelkedik a szén-dioxid koncentráció, úgy nő egyébként a földfelszíni hőmérséklet is. Ez visszautal egyébként ahhoz, amit mutattam önöknek a kopoknál, hogy ott is volt egy kettős ábra, a kibocsátás és a emelkedés. Ha akarják, lejátsszuk még egyszer, mert ez egy elég szuggesztív dolog. Nem szavaztak, de elindítottuk újra, nem baj. Ugye mi a probléma? Alapvetően az a probléma, hogy a kibocsátás lényegesen meghaladja az elnyelőknek a kapacitását. Milyen elnyelők vannak? Tehát mik azok az elnyelők, úgynevezett elnyelők, amelyek a kibocsátott üvegházhatású gázokat, én mindig szén-dioxidról beszélek, de azért több fajta üvegházhatású gáz van, egyszerűség kedvéért mindig szén-dioxidot mondok. Mik azok, amik semlegesítik? Mi semlegesíti? Mi az, ami elnyeli a szén-dioxidot? No. Növény. Hát persze, hát fák, bokrok. Mi még? Tehát az erdők. Gyepek. A gyepeknek a szén-dioxid megkötő képessége legalább olyan, mint az erdőké. És mi még? Az óceánok. Az óceánok. A nagyobb részét egyébként a szén-dioxidnak az óceánok nyelik el, ami egyébként a tengervíz savasodásához és az élővilág jelentős gyakorol, tehát részben a tengervíz hőmérséklete is emelkedik, részben pedig a savasodás révén jelentősen megváltoznak az életfeltételek a tengerekben és az óceánokban. Tehát a probléma, amit ez a kis ábra mutat, hogy bizony a kibocsátás jóval nagyobb, mint amit az elnyelők semlegesíteni tudnak. És akkor elérkeztünk a vízhez. Mert azt szokták mondani a tudósok, hogy a klímaváltozás hatásainak 80%-át a vízen keresztül érezzük. A hidrológiai ciklus megváltozásával, szélsőségesebbé váló időjárási viszonyokkal, aszállyal, árvizekkel, és így tovább, és így tovább. És a segítségképpen, mert ez nem egy kicsit becsapós a kérdés, és mindig hozzá szoktam tenni, amikor ezt a kérdést kivetítjük, hogy a mondatnak minden eleme, tehát a jelző szerkezetnek minden tagja fontos, felszíni, folyékony,
könnyen hozzáférhető édesvíz. Tehát mind a négy elemre kérhetik odafigyelni, amikor voksolnak. Sok biztos. Nem? Már 73-ban vagyunk. Belopóztak, vagy csak kedvet kaptak a voksoláshoz? Bátrabbak lettünk. 75. No tehát, az első kérdéstől a jó választ találták el a legtöbben, a második kérdéstől a második most már a harmadik helyre szorult a jó választadók aránya. 0,007. Miért? De mondtam, hogy földfelszíni, folyékony. Menj a... Ránézzünk a térképre. Most képzeljük magunk elé a földet. Ezt mindjárt segítünk is egyébként egy kis ábrával. Tehát magunk elé képzeljük a glóbuszt. Most, ugye ami most sárga, az egyébként kék lenne. És ez a nagy kör, ez a teljes víz. Van valakinek kedve ezt lejátszani egy kísérlettel? Készültünk egy kísérlettel. Van valakinek kedve hozzá jönni? Nincs. Hát akkor nem játszunk. Nem. Na, jó napot kívánok! Takács Félix. Takács Félix segít akkor nekünk ebben. Földfelszíni, tehát mennyi a teljes víz? Ez azt mondták nekem, hogy ez 6 liter. 6 liter. Igen ám, de 97,5%-a a föld vízkészletének a sós. Tehát 2,5% az édes víz. Tehát ez a teljes. Ebben van a föld teljes készlete, mutassuk fel azt a poharat, az pedig az édesvíz. Azt. Tehát ehhez a fazékhoz képest ennyi az édesvízünk. No igen ám, de ennek egy jelentős része fagyott állapotban van. Ezért volt a kérdésnek az a része, hogy felszíni, folyékony. Tehát fagyott állapotban van. Nézzük meg, ott van egy... Szerintem a hallgatók számára ismerős mértékegység. Nyilván senki nem tudja, hogy mire utaltam. Ebből szokták inni a vizet, igaz? Tehát folyékony. A nagy része egyébként fagyott állapotban van. Az édesvíznek egy nagyobb része fagyott állapotban, és a földfelszíni az tulajdonképpen most tovább lépünk, az már csak egy mokkacukor. És amikor arról beszéltem, hogy és még könnyen is hozzáférhető, mert ami fagyott állapot, és még folyékony, a folyékonynak a nagy része egyébként lent van a föld mélyében, könnyen hozzáférhető, ott a pipetta, játsszuk végig akkor már, és egyetlen cseppet csak, egyetlen cseppet. Mindegy, hogy hát kezemre is tenni. Szemléltetés kedvéért. Ott az egy csepp. Na, a válaszra, tehát a kérdés ez a válasz. Földfelszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető, édesvíz. Ez az egy csepp. Ebből. Ez az egy csepp. Most ebből gazdálkodunk. Ebből iszunk, ebből öntözünk, ebből biztosítjuk az ipari termeléshez szükséges vízmennyiséget, és így tovább, és így tovább. Tehát ezért van jelentősége, hogy hogyan becsüljük meg ezt a vízkincset. Ezért van jelentősége, hogy Katarban öntözünk, vagy nem öntözünk, hogy sivatagban búzát termelünk, vagy nem termelünk. Nem hülyeség, amit mondok, Szaúd-Arábiában megcsinálták. Termeltek is búzát, nagyon drágán. Köszönöm a segítséget. Egy tapsot megérdemel, szerintem bátor fiatal. Na most, miért lesz emlékezetes a Félix szereplésén túl? Miért lesz emlékezetes ez a kérdésfelvetés? És a válasz. Mert a válasz ugye úgy hangzott, hogy 0,007. Tehát 007, megvan. Ez a hidrológiai James Bond arány. Nem én találtam ki, tudósok mondják, de jó, nekem tetszik. Látom önöknek is.
No tehát, és akkor ha már vízről beszéltünk, hol vannak a kérdések? A végén? És akkor nem tudja megmutatni? Olvas, valaki. Nincs itt a kérdés? A fiatalember, aki szervezte, valakinél nincs itt a kérdés? A vizes kérdéseket föl tudná olvasni? Mert akkor van az egyes kérdés, a hármas, az ötös és a hatos. Megkaptam én is közben. Melyikünk olvas? Inkább én. Jó. Az egyik kérdés az így hangzott, hogy kell-e még tartani az ivóvíz vészes megfogyatkozásától, vagy fel lehet majd használni alternatív megoldásokat, amelyekkel elkerülhető a kiszolgáltatottság. Zárójel, például Málta kizárólag úgy jut ivóvízhez, tavak, illetve folyóvíz hiányában, hogy sótisztító művekben leszűrik a vizet. Első kérdés. Felolvasom mind a négyet, mert megpróbálom összefoglalni, vagy egyszerre, nem egyszerre, de lépésről lépésre megválaszolni. Következő kérdés. Ez volt a hármas, én úgy írtam föl. Igen, ez az akkumulátorgyártás, ez a hármas. Milyen hatással vannak az akkumulátorgyárak hazánk vízháztartására? Az elmúlt évtized nagyobb része aszályos évekkel telt, fenntarthatóak-e a jövőben a kisvárosnyi vizet igénylő akkumulátorgyárak? Ez volt a második kérdés. Az ötös számú kérdés, ez a Tisza szennyezésére vonatkozott. Én csak ilyen címszavakat írtam fel, ez nem tudom pontos kérdést felolvasni. A tiszai szemétszennyezés jó részt az országunkban Ukrajnából beáramló hatalmas szemétfolyam, zárójel természetesen most eltekintve a háborútól. De hát önök is látják, amit akkor olvasok. Azt hittem, csak én látom. Na jó, akkor kell olvasnom? Tehát hamarabb elolvasták, mint én. Na, nem tudom, hogy ez... Na jó. És akkor mutassuk meg akkor a negyedik kérdést is, ami a Kárpát-medence helyzetére vonatkozik. Itt a politikai szempontok talán kevésbé érdekesek, bár van ilyen metszete is a történetnek, de akkor beszéljünk majd a Kárpát-medencéről. Na, igyekszem majd mindegyik kérdésre válaszolni, ha netán elmaradna, akkor térjünk erre vissza, vagy figyelmeztessenek, akár menet közben, akár majd a végén. Ugorjunk vissza akkor a prezire. Bevezetésként annyit szeretnék mondani, hogy amikor még hivatalban voltam, akkor az ENSZ főtitkár, még a korábbi ENSZ főtitkárnak a Ban Ki-moon-nak fölkérésére néhányan részt vettünk egy tanácsadó testületben, ahol egy két éves munka végén letettünk egy jelentést az asztalra, ami a fenyegető vízválságról szólt. Ebben az összegzésben, tanulmányban beszéltünk először, és azóta én ezt használom minden egyes alkalommal, amikor ez a téma szóba kerül, arról, hogy a szemünk láttára, ez a mondat van benne az anyagban, hogy a szemünk láttára bontakozik ki a víz három drámája, a kevés víz, a sok víz és a szennyezett víz drámája. És ez nagyon plasztikus, és ezt nagyon szeretem ezt a mondatot, tehát szívesen osztom meg másokkal ezt a mondatot, mert azt gondolom, hogy a vízzel kapcsolatos három alapvető problémát jól foglalja össze. Mindegyikről mondok én is néhány szót, és sok-sok képpel fogjuk ezeket illusztrálni. Sok víz drámája. Ez a kép Pakisztánban készült. Két hónappal ezelőtt egy hatalmas áradás volt Pakisztánban. Az akkori becslést tudom, a szeptember végi becslést tudom, lehet, hogy azóta ez a helyzet ez megváltozott, csak rosszabb lehetett gondolom. 30 milliárd dollár fölötti volt az akkori becslés szerint a kár. Ez egy Pakisztán nagyság, és a pakisztáni fejlettségi ország számára ez egy igen jelentős veszteség, és egy igen jelentős gond. Elérkezünk, ha jól emlékszem, Európa lesz következő, és Olaszország. Néhány héttel később Olaszországban, egészen pontosan Közép-Olaszországban, hihetetlen mennyiségű eső esett le, nagyon rövid idő alatt, és óriási pusztítást vitt végbe. Ez nem példanélküli. Tehát amikor azt mondtam, hogy a klímaváltozásnak, ezt mondják a tudósok, 80%-át a vízen keresztül érezzük, és ez részben egy szélsőségesebbé váló időjárási rendszert eredményez, az alapvető és a hurikánok, aszályok, árvizeknek ez a fajta együttese, tehát a szélsőségesebbé váló megváltozott hidrológiai viszonyok eredményezik azt, hogy ilyen események
sokkal gyakrabban történnek, mint az ezt megelőző évtizedekben. És hogy nem csak az idén volt erre példa, tudok mutatni még egy következő képet, ami az Németország egyébként. Ja, talán emlékeznek rá, hogy néhány évvel ezelőtt részben a Benelux, Angliát is érintette, Benelux országokat és Németországot. Ez Németországban van. Amikor egyébként egy gátsúvadás következtében a már földgyülemlett víz egyszerűen tarol mindent, visz mindent. És hogy Magyarország sem maradt ki ebből, talán emlékeznek rá, ez 2013-as kép, a nagy Dunai árvíz, amikor egyébként a Duna minden korábbi rekordot megdöntött, 892 centivel tetőzött Budapestnél. Ez egy kikötő, ez egészen pontosan egy hajóállomás, amit a képen látnak. És annak a bejárata. Ha most lemennek a Dunapartra, akkor azt látják, hogy most meg nagyon alacsony a vízszint, talán az éjségszikla most éppen nem látszik, de nem sok híja van. A kettő között van most legalább 6-6,5 méternyi különbség, vízszint különbség. Az akkori meg a mostani vízállás között. Tehát ez a sok víz drámája. Ezzel ellen védekezni kell természetesen. Árvízvédelmi műveket kell építeni, töltéseket kell építeni, szükségtározókat kell építeni, ezeket mind-mind Magyarországon is csinálnunk kell. 4000 kilométernyi töltés van, amit folyamatosan nekünk karban kell tartanunk, hogy a nagyobb és a kisebb folyók ne okozzanak károkat. A Tisza esetében van egy külön program, hogyha kíváncsiak rá, akkor arról megint csak beszélhetünk, de nem akarom, hogy az idő nagyon elmenjen ezzel. A kevés víz drámája. Az idei év az egészen biztos, hogy az aszályról szól. Nem csak Magyarországon, hanem a világ más pontjain is. Ez a pont, az a Rajna. A Rajnát azért hoztuk ide, mert nem csak az öntözés szempontjából, nem csak a mezőgazdasági károk szempontjából, majd arra is mutatok képet, de az áruszállítás szempontjából is komoly problémát okozott az idei aszály. A Rajna az egyik legfontosabb vízi szállítási útvonal Európában, de olyan alacsony volt a vízszint, hogy nagyon sok hajó nem tudott közlekedni. És ezért aztán vagy nem szállították le az árut, akkor megakadt a termelési lánc, vagy át kellett tenni közútra vagy vasútra, az pedig drágította a költségeket. Meg egyébként ráadásul nyilván a klímalábnyoma is magasabb volt, vagy nagyobb volt. Tehát ez egy komoly probléma volt a Rajnán az idén, nem az első ilyen év egyébként. Amit most látunk, ez a Pó. A Pó esetében meg két másik probléma jelent meg. A Pónak a felső részén a vizet energiatermelésre használják. Igen ám, de hát hogyha nincsen víz, akkor ugye a generátorokat nincs, ami meghajtja. Tehát üresek a tározók, ezért az energiatermelés elmarad. Akkor máshonnan kell venni. Honnan máshonnan? Esetleg a Balkánról, többnyire egyébként fosszilis erőművekből. Tehát a vízenergiát fosszilis erőművekben megtermelt árammal helyettesítették ebben az időszakban. A másik részén a folyónak, a végén, ott pedig rizs ültetvények vannak. Európában az európai rizs termelésnek az 50%-a ehhez a térséghez kötődik, teljes egészében kiszáradtak egyébként a rizsültetvények, tönkre mentek ott, és hát nem mentek tönkre, de ebben az évben komoly veszteségeket kellett a gazdáknak elkönyvelni. Tehát van mezőgazdasági vonatkozása is, energiatermelési vonatkozása is, áruszállítási vonatkozása is a kevés víz problematikájának. Egyesült Államok, óriási aszály, hatalmas terméskiesés, és aztán a világ másik részén, Kínában ugyanez, egy rizsföldet látnak, Kínában egy rizsföldet, nem nehéz belátni, nem kell rizslemesztőnek lenni ahhoz, hogy itt azért sok rizs nem maradtak az idén. És mindez egyébként ellátási problémákhoz, ennek következtében áremelkedéshez, élelmiszer áremelkedéshez, ez jelenti egyébként nem csak a növényi élelmiszereket, hanem nyilván az állati termékeket is, hiszen a takarmányárak is megdrágultak. És itt van Magyarország. Magyarországon csak néhány adatot mondok az idei aszályról. Volt olyan része az országnak, ahol két hónapig egy milliméter csapadék sem esett. Ez nagyjából az országnak, a legsötétebb részeket látják, azok, amik leginkább érintettek, Duna-Tisza köze, Homok-Hátság nagy része. A talajnak a felső 80-100 cm-es rétege, tehát talaj tetejétől eddig, teljesen mindenféle nedvesség onnan eltűnt. Semmiféle nedvesség nem maradt a talajban. Amit az előbb mutattunk egy képet, egy kiszáradt patak, vagy egy kiszáradt tómeder, 120 olyan víztestünk volt, patakok, folyócskák és tavak,
ami teljes egészében kiszáradtak az idén. Teljesen kiszáradtak. És aztán van olyan, ami nem szárad ki teljesen, ez mondjuk éppen a fertő, de az idén nyáron nem nagyon hajóztak ki, ha csak nem tanultak meg egyébként az iszapon valahogy közlekedni. A Velencei tónak a problémáját azt nyilván hallották, ismerték. Arról is tudunk mutatni egy képet, egy jelentős vízszintcsökkenés, bár nem szárad ki a tó. Igaz, hogy története során azért ez már előfordult néhányszor vele. Ugorjunk egyet. Nagyjából 500 000 hektáron teljesen tönkrement a termés, napraforgó és kukorica. És a mostani becsült, tehát nem mostani, ez egy hónappal ezelőtti adat, a becsült kár az meghaladja az 1000 milliárd forintot. Csak Magyarországon. És akkor elérkeztünk a sok víz, kevés víz drámája után a szennyezett víz drámájához. Csak néhány képet mutatok, ez a műanyag szennyezés. Coca-Cola, az itt úszó szemétnek egy jelentős része, petpalacoknak egy része, legalább az egy hatoda az a Coca-Colától származik, zárója megint csak bezárva. Tehát, hogy azért a dolgok hogyan kapcsolódnak össze. Ha ezeket három nagy ilyen szemét, vannak kisebbek is, de három nagy szemétsziget úszik az óceánokon. Ha ezeket összeadjuk, akkor egy India méretű területet kell magunk elé képzelni. Az elég drámai, nem? És ennek egy része ráadásul, a műanyag szemétnek egy része már nem a vízen úszik, hanem lebeg. Remek, jól néz ki, fürdésre alkalmas, és természetesen komoly károkat okoz az élővilágnak. Nem csak műanyag szennyezés, hanem kommunális szennyezés is. Ez lehet ipari szennyezés, lehet mezőgazdasági természetű szennyezés, vagy a lakossági felhasználásból származó szennyezés is terheli még egyébként a folyóinkat, tavainkat. Európában nem annyira. Magyarországon a szennyvíznek a 90-95%-a tisztítva kerül vissza, de a fejlődő világ országaiban pont fordított az arány, ott 80%-a a szennyvíznek tisztítatlanul kerül vissza a tavakba és a folyókba. El lehet képzelni, hogy ez milyen következményekkel jár. Kipusztítja az élővilágot, a vizet, ami abban van, fogyasztásra alkalmatlanná, mezőgazdaság öntözésre alkalmatlanná, sőt, ma már ipari célú felhasználásra is teljesen alkalmatlanná teszi. Láttam ilyen folyót. Fekete, olyan, mint a tinta. Borzalmas. A látvány is. Tisza. Hogy a műanyag szennyezésből mi is kapunk, az egyik, egyik kérdés tisza szennyezés. Ugye a harmadik kérdés a vizes kérdések közül az ez volt, hogy igen, Ukrajnából és Romániából iszonyú mennyiségű petparaszk és egyéb más szennyezés érkezik hozzánk. És időnként feltorlódik, egy része kisodródik a partokra, kirakódik, és akkor jönnek a petkupások, akik összegyűjtik ennek egy részét. De, hogy ez ne legyen így, három évvel ezelőtt Vásárosnaménynál kiépítettünk egy rendszert, hogy ne csak rossz híreket mondjak, hanem mondjak azért jót is. Ez egy gépsor tulajdonképpen, két részből áll. Van egy jelzőrendszer, amikor, hogy háradás van, az pontosan jelző, hogy mennyi petpalack érkezik percenként a Tiszán, és amikor egy bizonyos számot ez eléri, akkor föláll ez a gépsor, ez tulajdonképpen egy láncot képzeljenek el, tehát úszályok vannak egymás mellé rakva, kiterelik a folyón úszó szemetet egy öbölbe, és ott már kiszedik, és utána elviszik, és megsemmisítik. Másnak a szemetét mi gyűjtjük le a Tiszáról. Senki nem fizet érte, sem a szennyezésért, sem az elvégzett munkáért, sem a megsemmisítésért, egy fillért soha nem kaptunk sem Romániától, sem Ukrajnától, sem az Európai Uniótól. A víz elfogyása, tehát a kérdésekre is csak azért, hogy víz elfogyása, tehát hogy veszélyes. Nem az a probléma, a víz az állandó, tehát a víz nem fog elfogyni. A víz az ugyanannyi. A víz, a körforgása változik meg, az gyorsul, és az az egy csepp, amiről beszéltem, azt el tudjuk szennyezni. És nehezíthetjük ennek következtében azt, hogy jó minőségű vízhez a saját érdekünkben hozzájussunk. De a víz az nem fog elfogyni, az marad. Az arányok is így lesznek, a sós és az édesvíznek az aránya. Az akkumulátor gyártás, ami volt kérdésként, ott az én tudomásom szerint, ezzel olyan nagyon sokat nem foglalkoztam még, de a kérdés kapcsán majd egy kicsit utána megyek. Hűtővíznek használják, tehát egyrészt, tehát
utána a szennyezés mértéket a víz szennyeződik természetesen, de kis mértékben, és utána csak tisztítva kerülhet vissza, tehát erre megfelelő környezetvédelmi szabályok vannak. És az akkumulátorgyártásnál a következőt érdemes még megfontolni, tehát ezen kívül. Azt szoktam mondani, hogy aki átmond, mondjon B-t is. Mi az állítás? Hogy azt mondja az Európai Bizottság, hogy benzines és dízel üzemű autókat kivezetjük az európai piacról. 2050-től csak elektromos autók közlekedhetnek. Ez a mondás. Tehát ki akarjuk, ezektől az autóktól meg akarunk válni. Első állítás. De a kényelmünkről nem akarunk lemondani, igaz? Tehát arról, hogy majd autóval közlekedjünk, ezt azért egyikünk sem szeretné. Tehát nem akarunk visszaülni a lovaskocsira. Bonyolultabb is, nincs is annyi ló, nem is értünk egyébként a fogadhajtáshoz, kényelmetlenebb is, lassabb is, tehát semmiképpen nem akarunk oda visszaülni. Közlekedni akarunk. Na most, hogyha kikapcsoljuk a dízelt és a benzinest, akkor két dolog marad. Az egyik a hidrogén, ez még gyerekcipőben jár, a másik az akus, az elektromos meghajtás. Ahhoz pedig akkumulátort kell gyártani. Ennek is megvannak a különböző problémái, de ez messzire vinne, hogy most ezt is elkezdeném taglalni. És a Kárpát-medence helyzete volt a negyedik kérdés. Ez fontos tudni, hogy a Kárpát-medencénél, miközben mindenki, ha ránéz Magyarországnak a víztérképére, akkor azt látja, hogy sok vízünk van. Ez igaz. De 90%-a a felszíni vizeinknek az az ország határon túlról érkezik. Tehát mennyiség tekintetében is, az előbbi kép tiszai acélszennyezés is tartozik, de a műanyag szennyezés is, és a minőség tekintetében is kiszolgáltatottak vagyunk. Tehát, hogyha a szomszédaink elrekezték ezeket a vizeket, akkor mi hozzánk kevesebb érkezik. Ha elszennyezik, akkor nekünk kell megtisztítani, hogy fogyasztható legyen számunkra. Tehát ilyen értelemben ugyan látszólag jó helyzetben vagyunk, de valójában ezzel a vízzel jól kell gazdálkodni. Egy fontos dolog, amit el szoktam mondani, és erre nyugodtan lehetünk büszkék, hogy egyszerre vagyunk felvízi és alvízi ország, hogy a Magyarországra érkező vizek, tudjuk, hogy milyen állapotban érkeznek ide, mérjük a különböző paramétereket. Magyarországról ezek a vizek jobb állapotban távoznak, mint ahogy hozzánk érkeztek. Ez egy nagyon fontos szempont. Tehát mi a szomszédainknak jobb vizet adunk, mint amit az alsó szomszédainknak, mint amit egyébként a felső szomszédainktól kaptunk. De egy más kérdés, hogy majd nekünk is foglalkozni kell azzal, az asszály következtében, hogy a felszíni vizeket hogyan tudjuk jobban tározni. Erre vannak már különböző megoldások, van, ami már működik, van, ami tervezőasztalon van. Homokhátság, Dunatisza közének a vízpótlás, ez egy külön történet, ez egy nagy mese megint csak ebben az egész feladványban. De teljesen át kell gondolni, újra kell gondolni azt a gyakorlatot, amit a vizes szakma eddig csinált, ezt ők már belátták, egy új szemlélet meghonosítás és egy új gyakorlat meghonosítása zajlik a szemünk láttára. Ez egy fontos dolog, tehát gazdálkodnunk kell a vizekkel, a belvízzel is, az árvízzel is, a villámárvizekkel is. Ennek megvan a maga technológiája, ha van kérdés, erről is szívesen beszélek, mert van, tehát ha többet akarnak erről tudni, akkor van mondandóm még erről. De, még egy kérdés jön? Mondtam, hogy nem férek bele az egy órába, de ezt nem fenyegetésnek szántam akkor még. No tehát, elérkeztünk egy olyan területhez, és ezt mindenképpen szerettem volna érinteni, hogy mindaz, amiről beszélünk, hogy klíma és vízválság, itt mindenki ugye orvostan hallgató, gondolom én. Vagy nem annyira? Van, aki tessék? Van 6 karja. De az orvostan hallgatók van a többsége valószínűleg. Jó, akkor olyanok, akik mondjuk az egészségügyben dolgoznak, ez is pontosabb? Vagy egészségtudomány, vagy orvostudomány, ez a kettő. Jó, hát akkor... Mindannyian értünk hozzá. Jó lesz a... Ez megnyugtató. Közben ugye megy a kérdés, hogy melyik egzotikus állatfaj jelent már meg hazánkban. Ázsiai tigris szúnyog, ennek mi a helyes kiejtése, ez a második, ez a kullancs, az hialoma? Az a jó kiejtés, hogy kell ezt helyesen kiejteni? Talán így, sose hallottam róla. Egyiptomi csípőszúnyog, korábban, még amiatt a kérdést összeállítottuk, de a
kiejtéssel nem foglalkoztam. Na, 75-nél vagyunk. Úgy látszik, hogy jól készültek a diákok. Igen, a helyes válasz az, hogy mindegyik. Miért érdekes ez? És akkor itt mi az, ami a következő generációra, orvosokra új feladatként vár, amiből több lesz, mint azok, tehát többször találkoznak majd ezzel a problémával, mint azok, akik ma önöket oktatják. Hőhullám. A szélsőségesebbé váró időjárás következtében egyre több lesz a hőhullámos időszak. Volt olyan periódus most talán 3 évvel ezelőtt, amikor 5 nagy hőhullám volt Magyarországon. Ilyen korábban soha nem fordult elő. És nem csak gyakran jönnek vissza ezek a hőhullámok, hanem egyre hosszabbak lesznek. A statisztikák azt mutatják, hogy ahogy nő a hőhullámos napoknak a száma, úgy nő a haláleseteknek a száma is. Tehát amikor hőhullámos időszak van, 15%-kal nő az elhalálozásoknak a száma. Tehát önöknek föl kell készülni arra, hogy ezeket a helyzeteket majd kezeljék. Ezekre megfelelő orvosi válaszokat adjanak. Ezeket a rendkívüli, bár gyakran ismétlődő helyzeteket meg tudják oldani. Tehát az orvosi aktivitásra, az orvosi felkészültségre szükség lesz. Új betegségek. Az előbb volt a kérdés, kullancs és a két szúnyog. Akkor maradjunk ennél a kiejtésnél, ez a hialomma kullancs. Ez terjeszti a puskázni fogok krími kongói vérzéses lázt. Az egyiptomi csípőszúnyog terjeszti a nyugat-nílusi lázt. Az ázsiai tigris szúnyog pedig többek között a dengi lázt. Miért érdekes ez? Ezek olyan betegségek, ezek a szúnyogok megjelentek már Európában. Hamarosan meg fognak érkezni Magyarországra. Önök, hogyha elkezdenek praktizálni, egészen biztosan, hogy szembesülnek majd azzal, hogy időnként ilyen betegségeket diagnosztizálni kell, és a helyes gyógymódot meg kell találni. A most az önöket tanítók nagy része ezzel még nem szembesül. Még nincs itt, de itt lesz. És olyan, ami korábban volt, de Magyarországról eltűnt, vissza fog jönni. Malária. Vissza fog jönni. Diagnosztizálni kell, gyógyítani kell. Olyan, ami itt van, csak sokkal gyakrabban, a Lyme-kór, igen, gyakori betegség lesz, mint manapság. Egyre nagyobb a fertőzött kullancsoknak a száma Magyarországon. És egyre több lesz egyébként a Lyme-kóros. Én voltam, tudok mesélni róla. És hát sokan vannak azok, akik azt mondják, hogy mindaz, amit a Covid alatt átéltünk, az is egy ismerkedés volt azzal a problémával, hogy mindaz, amit csinálunk, és itt nem csak klímaválságról beszélünk, nem csak vízválságról beszélünk, hanem a környezet átalakításáról, birtokba vételéről, gyarmatosításáról, és a különböző élőlények életterének szűkítéséről, és ebben benne vannak a paraziták is természetesen, az milyen következményekkel jár, és a növekvő népesség, amiről az elején beszéltem, az milyen következményekkel jár mindannyiunkra nézve. Plusz az éghajlatöveknek a változása, és a kereskedelmi útvonalak, egyébként ez már a Római Birodalom számára is komoly problémát jelentett, hogy a kereskedelmi útvonalakkal új betegségek jöttek be a Római Birodalomba, amik egyébként komoly járványokat idéztek elő, tehát nem új dologról beszélünk, de ez, mindez az önök életének része lesz. Tetszik vagy nem tetszik, ez így lesz. És erre föl kell készülni. A szennyezett víz. A szennyezett víz, ezt önöknek aztán nem kell mesélnem, vagy nem kell ezt magyarázni, rendkívül sok betegséget terjeszt. A világ más részén, hogy említettem, hogy a fejlődő országokban, 80% fejlődő országokban a szennyvíz 80%-a tisztítatlan kerül vissza. Mi ennek a következménye? Hogy ezekben az országokban a kórházi ágyak 50%-án olyan betegeket gyógyítanak, akik a szennyezett és fertőzött víz által terjesztett betegségek miatt kerültek egészségügyi ellátásra. A dolog itt kapcsolódik össze. És miután a villámárvizek itt is okozhatnak nálunk problémát, volt olyan egyébként, erre lehet, hogy önök nem emlékeznek már, mert ennek már vagy 20 esztendeje, amikor a Duna olyan magas árvíz és olyan gyors árvíz vonult le,
mi temetőket, nem nálunk Magyarországon, de fölöttünk temetőket, dökutakat mosott ki, hogy hetekig nem lehetett a Dunában fürödni, nem lehetett vizitúrázni. Le kellett zárni egyébként parti szűrésű kutakat, amíg le nem vonult a zár. És ennek bizony, ha nincs felkészülve az egészségügyi szolgálat, nagyon súlyos egészségügyi következményei lehetnek. Allergia. Parlagfű. Ki az, aki allergiás rá? Hát sejtettem. Ugye nagyjából 2,5 millió allergiás van ma Magyarországon. Minden negyedik ember valamire. Ennek a nagy része egyébként, ezeknek az embereknek nagy része parlagfűre is, vagy csak parlagfűre. Igen, ám, de a parlagfű mellett, egyébként jelzem, a parlagfű nem őshonos magyar növény. 100 évvel ezelőtt, a 20-as években fertőzött gabonaszállítmányokkal került be az Egyesült Államokból. És azóta olyan jól érzi itt magát, hogy ha a parlagfűvel fertőzött területeket összeadnánk, akkor 2 megye, mondjuk Vas megye és Zala megyét képzeljék maguk elé, ezt a 2 megyét, mint hogyha teljes egészében parlagfű borítaná. Nem csoda, hogy allergiásak vagyunk. És szereti a meleget. Tehát az ilyen száraz nyarak kifejezetten jó neki. Örül neki, élvezi, nagy a pollen szórása. A maga csiraképességét 30 évig megtartja. 30 évig. És hiába vágom el, ha nem húzom ki dövestől, elvágom, újra sarjad, és még több hajtáshoz, még nagyobb lesz a pollen szórás. Tehát, hogyha parlagfüvet írtani akarják, egyetlen megoldás van dövestől kihúzni, vagy lepermetezni. És megjelentek új növények, új allergének, ezekről még keveset tudunk, de jó megbarátkozni, hogy nem csak a parlagfű allergiát kell majd önöknek diagnosztizálni, és erre megfelelő terápiát, gyógymódot ajánlani, hanem ilyeneket, hogy parlagi rézgyom és falgyom. Én korábban nem hallottam róluk, és nem tudjuk még, hogy milyen allergiát okoznak majd, de jönnek ezek is. Itt lesznek. És önöknek majd ezzel találkozni kell. Pontosan a betegekkel, akik majd emiatt keresik fel önöket. Légszennyezés. Hát erről azt hiszem, hogy keveset kell beszélnem, az nem kérdés, hogy ezt mindenki tudja, hogy ott, ahol ilyen szmogos a levegő, említettem ugye, egy erős urbanizációs hullám van, az urbanizációnak elég nyilvánvaló következménye az ilyen szennyezett levegőjű napok számának a növekedése, tehát a szmogos napok számának a növekedése, és annak pedig, hát orvosoknak nem kell mondani, meg orvos tanhallgatóknak se, hogy ennek az érrendszeri betegségek szempontjából, légzőszerű betegségek szempontjából, a rák kialakulása szempontjából milyen kockázata van. Ezzel is kell majd foglalkozniuk. UV-sugárzás. Az ausztrál példa, amikor elkezdett vékonyodni az ózonréteg, messze kell visszamennünk, 30-40 évvel ezelőttre kell visszamennünk, de látványosan elkezd vékonyodni az ózonréteg, érdekes módon a legsúlyosabb hatást Ausztráliában fejti ki. Látványosan egyik évről a másikra megnőtt a bőrrákos betegeknek a száma. És hogyha nem figyelünk oda, az UV-sugárzás káros hatásainak lehetnek nálunk is ilyen következményei. Megint csak egy olyan dolog, amivel önöknek majd foglalkozniuk kell, és van még valami, akar-e valaki esetleg pszichológus lenni? A jelenlévők közül nem, senki sem. De ha majd esetleg mégiscsak találkoznak gyermekekkel, egyre több ma már nem csak Magyarországon, másutt is, Európában, Egyesült Államokban is, egyre több mérés van arra, hogy a gyermekek, a fiatalok és a tinédzserek körében a klímaszorongás és a klímadepresszió egyre erősebb. Ezzel majd valamit mégiscsak kezdeni kell. Tehát van itt, ha jól számoltam, 7 olyan terület, amit mi gyűjtöttünk össze, ahol önöknek, amikor majd végeztek és munkába állnak, dolguk lesz, amire oda kell figyelni. A újabb kérdés. Bírják még? Mikor kezdődik a meccs, vagy akarnak valami meccset nézni ma? Nem tudom, milyen meccs lesz ma este. Állítólag Szaúd-Arábia megverte Argentinát, nekem valaki azt mondta, hogy mondom ilyet. Beszéltem a vízről, akkor nézzük meg a vízlábnyomot. Mennyi vízre van szükség egy farmer nadrág legyártásához? Egy farmer. Egyetlen egy farmer.
Hát most már... Minden terméknek van vízlábnyoma természetesen, majd erre mutatok példát, mindjárt a következő képen majd azt fogják látni, de most nézzük a farmert. Nagy versenyben az első és a hármas válasz, első és a harmadik. Nem, szerintem a 7600. Hát igen, átfolyik rajta. Én milyen jó, hogy nem mondok valamit. No, most kevesebben voksoltak, mint az előbb. A többség azt gondolja, hogy 760 liter, de a helyes válasz nem ez. A helyes válasz az első. 7600 liter. Látom, többen csodálkoznak. Miért? Hát induljunk el az alapoktól. Gyapot. Ugye a farmerhez gyapot kell. A gyapot az egyik legvízigényesebb növény. Utána a farmernek az előállítása, a farmernek a festése, az mind-mind, a textil szövése, az mind-mind vizet igényel. És még a szállításnak is van egyébként vízlábnyoma. Tehát bizony, egy farmer az 7600 liter víz, egy farmer előállításához 7600 liter vízre van szükség. És aztán mutatom a többieket, ezt csak ilyen felvillantjuk, hogy lássák, hogy egy mobiltelefontól kezdve a Coca-Coláig, ha már a Coca-Coláról beszéltem, minek mi a vízlábnyoma, vagy a mindenki által használt mobiltelefonnak. Hát, hogy a steakről arról mindenki tud. Egy póló. 2500. Ennek azért van jelentősége, és azért szoktam ezt megmutatni, nem azért, mert le akarom önöket szoktatni mondjuk a pizzáról, tehát szó nincs erről, hanem azért, hogy meg a farmer vásárlásáról, vagy a póló vásárlásáról, csak a fölöslegeset, azt nem kell megvenni. Tehát, hogyha már a ruhatárban ez már nem nagyon hiányzik, akkor a fölösleges termékeket nem érdemes vásárolni, mert mindegyiknek van vízlábnyoma. Miért mondom ezt? Nyilván a jelenlévő kivételek, de egy felmérés szerint az európai és az amerikai felnőttek ruhatárában olyan ruhák, és ez nem csak ruhára vonatkozik, ruhacipő kiegészítők, az ott, tehát a ruhatárban lévő termékek egyharmadát vagy egyszer sem használták. Most mindenki egy kicsit gondoljon bele a saját, valaki bólogat, vagy talán nekem is van otthon olyan, egyszer se vettem föl. Lehet, megvettem, tetszett, egyszer volt rajtam, az ott van a szekrény, mélyén. Na, ilyenkor érdemes végig gondolni, hogy érdemes-e megvenni a 10. farmert és a 25. pólót. Csak azért, mert egyébként mondjuk Black Friday van, és akkor egyébként csak neked, csak most, csak ennyiért, meg a celebek is ezt fordják, és akkor persze nekünk is kell ilyen. Na. Mindig eljutunk ahhoz a kérdéshez, hogy mit tehetek én. Planetát átugrottuk? De miért? Elég, de hova sértünk? Azt mondták, ráérnek. Na, akkor visszamegyünk a mit tehetek én kérdésénél, aztán majd eljutunk ide is, mert azért ezt ne hagyjuk ki, hát nagyon jó képek vannak itt. Ugye, jogos a kérdés, és amúgy is, hogyha én nem kérdezném meg magamtól, megkérdeznék tőlem. Tehát mit tehetek én? Mit tehet egy vállalkozó? És mit tehetek én, mint magánszemély? Azt, hogy mit tehetek, mint orvos, arról beszéltem már. Szerveztünk az elmúlt években 3 vízvilág találkozót és tavaly egy planetet. Nem tudom, valaki kijutott-e a planetre tavaly ősszel. Szerintem nem. Pedig elég nagy reklámja volt, és kár, hogy nem mentek ki. Mert csomó jó dolgot láthattak volna. Most csak mutatok néhányat. Az egyik egy úgynevezett hidropóniás termelés, ami egy teljesen szokatlan dolog, és hát nyilván ez csak zöldségtermesztésnél használható, tehát búzát, kukoricát azért így nem fogunk termeszteni, de zöldségeknek egy bizonyos részét igen. Ez egy új irány, ami mondjuk így egészségügyi szempontból is, legalábbis ezt mondják, hogy sokkal jobb adottságokkal bír, vagy a másik képen, ami látható, ez a drónos permetezés, ami részben a vízfelhasználás, részben pedig a vegyszerfelhasználás szempontjából sokkal hatékonyabb, mint a hagyományos gépi permetezés. Mezőgazdaság.
több területről beszéltünk, tehát ez egészen pontosan 183 kiállító cég volt, én most csak 5 nagy területet érintett ez a kiállítás. Én most csak néhányat mutatok be, csak hogy lássák, hogy azért vannak megoldások, amik arra a problémára, hogy víz, klíma, fenntarthatóság, például itt a következő mindjárt a szennyvíz. Ez egy, több magyar cég is van, ez az organikának ez egy víztisztító, amit látnak. Ez egy víztisztító. Tehát nem egy botanikus kertben vagyunk, vagy nem egy üvegházban vagyunk, de ez egy víztisztító, ahol növények, a növények gyökerei, algák, és egyéb élőlények segítségével egy biológiai víztisztítás zajlik, kisebb helyen, rövidebb idő alatt, hatékonyabban működik. Tehát nagyon sok helyen dolgozik már ez, nem csak Magyarországon, hanem a világon. A másik a hidrofil. Említettem azt, hogy a tengervíz sótalanítása nélkülözhetetlen lesz egyébként a föld lakosságának a megfelelő vízzel való ellátásához. És ehhez ez a konténeres, gyorsan telepíthető 10 000 embernek a napi 4 literes vízfogyasztás igényét kielégítő magyar találmány például segítséget jelenthet. Nem a nagyvárosokban, nem a gigapoliszokban, de a kisebb tengerparti települések mellett talán igen. Magyar találmány ez is. Beszéltünk a közlekedés zöldítéséről, ez egy zöld kukásautó. Magyar találmány Debrecenben és környékén már működik. És én nekem az a tervem, azért lobbizok, ha szabad így mondani, hogy indítsunk el egy ugyanolyan programot, mint amilyen a buszprogram. Ugye van egy buszprogramunk, ami arról szól, hogy 2030-ig a benzines buszokat, dízeles buszokat le fogjuk cserélni, és utána már csak elektromos meghajtású buszok lesznek a városi tömegközlekedésben. És ugyanígy a kukásautókat is jó lenne ez alatt mondjuk a következő 8-10 évben lecserélni. Magyar gyártás, magyar fejlesztés, jól működik, szerintem érdemes ebbe a programba belefogni, és erre majd forrás biztosítani. A vízlábnyom, ezt most szaladjunk ezen át, és akkor mit tehetek én? Mit tehetek én, hogyha otthon, háztartás, egyénként mit tehetek? Ételmaradék, és általában a dobd el kultúra. Ma a világban az a tendencia érvényesül, és a reklámok ezt erősítik, termeld ki, dolgozd fel, szállítsd el, vedd meg, használd rövid ideig, és dobd el. Én ezt hívom dobd el kultúrának. Ez nem fenntartható. Tehát ezen mindenképpen változtatni kell, és ez az élelmiszer termelése is igaz. Magyarországon ma az általunk megvásárolt élelmiszer 1/3 a szemétben végzi. Ez nem csak azért probléma, mert értéket dobunk ki, hanem van környezeti lábnyoma, a lebomlásánál szén-dioxid keletkezik, meg metán keletkezik. Meg egyébként is. Jobb lenne inkább ezt megspórolni. Tehát első étel, élelmiszervásárlás, ne dobjunk ki lehetőség szerint semmit. Második cigi. Hányan cigarettáznak? Mindenki dugja a kezét. Ráült a kezére, persze, mint a hárban, nem hiszem én azt. Nem szégyen, csak inkább lebeszélni magukat erről. Egy biztos, hogy azon túl, hogy rongálják a saját egészségüket, de minden egyes csikk, amit eldobnak, az 500 liter vizet tud elszennyezni, a benne lévő, a filterben lévő mindenféle anyagoknak a következtében, vegyi anyagoknak a következtében. Tehát erre is érdemes odafigyelni. Aki otthon főz, szoktak főzőcskézni? Szoktak? Sütőolajat használnak, gondolom. Nem nagyon? Zsírt inkább? Mit? Nem? Egyiket se? Olaj. Olaj. Hát azt mondom, olajat. Étolajat használnak, nem? Azt sem nagyon. Mindegy, aki használ étolajat, az előbb-utóbb nyilván ez az étolaj, ez már fölöslegessé válik. Nem használják újra, ne dobják ki, ne öntsék le a lefolyóba. A MOL összegyűjti ezeket, palackokat át lehet venni, és utána üzemanyagot készítenek belőle. A fűtés, ez most különösen aktuális, a következő. Így télvíz idején, ha egyetlen fokkal csökkentik a szoba hőmérsékletét, tehát mondjuk itt most van, mennyi lehet itt most? Most már kezd bemelegedni a terem. 23 fok lehet itt most? Nem. 18 és 20. Vektori utasítás. Ezt már mi vagyunk? Most az a baj, rektor úr, hogy az Isten nem mossa le rólam, hogy miattam megemelték egyébként a hőmérsékletet, úgyhogy holnaptól már erről... Ez lesz címlapon, hogy a
vizet prédikálnak és bort isznak. Tessék! Na azért itt nem 18 fok van, azért az egész biztos. A 237 fokos. Igen, igen, ez valószínűleg nagy a hőreadása egyébként a teremben ülőknek. Ebben is van némi igazság, de azért én azt gondolom, hogy most, hogyha tegyük fel egy másik, tehát nem ebben a teremben, egy másik teremben 23 fok lenne, és mondjuk egy fokkal csökkentik mondjuk a termosztáttal lehet szabályozni, és egy fokkal csökkentik ennek a szobának vagy teremnek a hőmérsékletét, mit gondolnak, hány százaléknyi gáz felhasználást, hogyha amennyiben gázzal fűtenek, gázt lehet megspórolni. No, mondjanak egy számot. 6, 8, 6, 8 között 7. 7 a helyes. Tehát jó irányba gondolkodtak, teljesen jó. No, és akkor fiatalok, korosztály, néhány évvel járnak önök előtt, éppen hogy befejezték az egyetemet, és gondolkodnak ilyen problémáknak a megoldásáról, amikről beszéltem. Műanyag probléma, említettem a műanyag szennyezést, a környezetnek a műanyaggal való terhelését. Két fiatal hölgy előállított egy baktérium koktélt, aminek a segítségével néhány hét alatt az egyszer használatos műanyagot lebontják, és komposztálható anyaggá alakítják át. Hurrá, hurrá! Sok sikert ahhoz, hogy az ipari léptékkel is használható legyen. Egy fiatal ember, és most már a csapata, most már többen vannak, kitaláltak egy technológiát, hogy hogyan lehet az autót lemosni. Egy autó lemosása 120 liter vizet igényel általában. Ők megoldják, mit gondolok mennyiből? Nem 30, nem is 10, Belinda, mi a helyes válasz? Fél liter. Fél liter. Rajta vannak, tehát van applikáció, meg lehet találni őket, ha valaki ki akarja próbálni, kipróbál szolgáltatás, próbálja ki, működik. Próbálják ki. Következő fiatal hölgy ételmaradék problémájára egy robotot fejlesztett, és komposztáló rendszer minden ételmaradék feldolgozására alkalmas nagyjából 2-3 hét alatt az ételmaradékot szakhatás nélkül, és bizonyos szempontból lehet olyan helyen, ahol az játékos, tehát a robot még meg is köszöni egyébként a kedvességet, átalakítja felhasználható termőföld javítására felhasználható komposztát. Egy fiatal csapat, ők többen vannak, fiatal emberek, ők pedig azt találták, ez egy szolgáltatás, megint csak ételmaradék, bár nem az, amit kidobunk, hanem ami a boltokban megmarad, a cukrászdában megmarad, az étteremben megmarad, jó minőségű, nem romlott. És a szolgáltatás az arról szól, egyetemisták, ha olcsóban akarnak jó minőségű kajához jutni, akkor ezt a szolgáltatást érdemes igénybe venni, hogy megrendelik reggel, és az adott időpontban, amikor egyébként azt mondja az étterem, azt mondja a pékség, azt mondja a cukrászda, már biztos, hogy nem fog elfogyni, lehet érte jönni, és kiszállítják, vagy érte lehet menni. Próbálják ki. Működik itt a városban ez is. Kipróbálta már? És működött? Jó volt? Na, tessék, itt van. Valaki egy személyes referenciával tud szolgálni. Tehát ezt csak azért mutattam ezt a négy, és tudnék mutatni hál' Istennek többet, hogy vannak fiatalok, akik gondolkodnak ezeken a problémákon, keresik a megoldásokat, meg is találják ezt a megoldást, és adott esetben sikeres vállalkozást, startupot, vagy akár már azon túlnövő vállalkozást tudnak ebből építeni. No, kérem tisztelettel, az egy órát bőven túlléptem. Van még egy kérdésünk? Nincs. Akkor a végére értünk. Lesznek majd még kérdések, és akkor a másik négyet, amit küldtek, majd oda fogom becsempészni, ha lesznek itt szóbeli kérdések. Megköszönve a figyelmet, miért is beszéltem itt közel másfél órát? A klíma, víz, merre halad a világ? Miről szól ez a történet? Ez a történet valójában nem a bolygóról szól, arról is. Ez a történet valójában a jelenlévőkről szól. Az önök korosztályáról szól, meg az önök gyerekeiről szól. És arról, hogy önök majd a gyerekeiket olyan Magyarországgal ismertessék meg, és olyan Magyarországon barangolhassanak, túrázhassanak, lakhassanak, mint amilyeneket a következő képek mutatnak. Köszönöm a figyelmet!
Elnök úr, köszönjük szépen, a hallgatóság lelkesen tapsol, de kíváncsiak, hogy van-e formálódó kérdés a hallgatóknál. Mindenkinek jutott eszébe, nekem is jutott eszembe, de nem én akarok kérdezni, megtehetem ezután is. Bátor kérdés. Ugye mi az, hagyj kezdjem én, mert a fiatalok még mondom, mi arra a válasz, utána adom is a szót, hogy ezek az extrém időjárási viszonyok, aszály, áradás, stb. Ezek régebben is voltak. Lehet, hogy ugyanilyen frekvenciával, hogy a széndioxid termelésnek vagy termelődésnek nincs közvetlen hatása, hanem ez csak egy jelenség. Hogy erre milyen választ tudunk adni? Sokszor halljuk ezt a kérdést. A gyorsabb az ütem. Tehát természetesen volt, hogy az első ábrák mutatták, hogyha földtörténeti korokban kalandozunk, úgy mutattam, hogy az elsőt, ha visszaemlékeznek, amikor arról az ábra volt, hogy 100 000 év, és aztán eljutottunk a paradicsomi állapotig, ott iszonyú nagy kilengések voltak a hőmérsékletben. És a széndioxid szint is változott, jóval magasabb volt egyébként, jóval magasabb volt a földtörténetnek a kezdeti időszakában, de annak az volt a következménye, hogy lényegében majdnem mindent vízborított. És százmillió évek alatt változott, sokkal lassabb volt ez a változás, ez akár a természetes klimatikus folyamatok, akár más, akár egy meteorbecsapódás, vagy bárminek a következtében, ez egy sokkal lassabb változás volt. Ma a változás gyorsabb mértékű, ezért az adaptáció, a társadalomnak az adaptációja, és az élővilágnak az adaptációja is sokkal nehezebb. Ez az igazi nagy különbség. És valóban nem csak a széndioxid van, vannak más üvegházhatású gázok is, természetesen van a vízgőz, és az egész, amiről beszélünk, hogy a vízpárának a telítettsége, a hőtágulásnak a következményei, a gleccsereknek az olvadása, a tengerszintnek az emelkedése, még mind-mind hozzátartozik ez a problémához, ez nem fér bele ebbe a másfél órába, de ez a gyorsaság, ez a tempó az, ami szokatlan, ami nem volt még, és ez egyébként befolyásolja az alkalmazkodást, aminek a következtében egyébként ma elindul, hanem ma, néhány évtizeddel ezelőtt elindult az úgynevezett hatodik kihalási hullám. 5 kihalási hullám volt már a Föld történetében az utolsó 75 millió évvel ezelőtt, de most elindult a hatodik. És ugye nem csak a jegesmedvét kell sajnálni, és azért kell aggódni, hanem az egysejtűekért is. Tehát itt azért innen a legalsóbb, ha úgy tetszik, a legalsóbb rendű és a legfejlettebb élőlényekig mindenütt veszélyeztetett fajokat találunk. Én azt szerettem volna kérdezni, hogy elnök úr milyennek értékeli környezetvédelmi szempontból a jelenlegi magyar kormány intézkedéseit, hogy mennyire van ez, mint szempont figyelembe véve, és ez mennyire elégséges? Hát környezet, klíma, víz, mindegyikről beszéljek? Környezet, klíma, víz, mindegyik? Egységes lehet. Tessék? A leglényegesebb? Mindegyik lényeges. Úgyhogy... Melinda, meg tudja találni a klímabajnok táblázatot? Erről tudja venni nekem? Addig beszélek a másikról. Lehet, hogy nem tudják, de érdemes tudni, ez most kapcsolódik az legutolsó gondolathoz, ez jutott először eszembe, ez környezetvédelem és biodiverzitás, hogy két évvel ezelőtt adtuk át a Duna-Dráva biodiverzitás parttal, hallott erről? 5 ország összefogásával, tehát Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Szerbia és Magyarország. Mi létesítettünk egy nagy rezervátumot, ez 1 millió hektár egyébként, a legnagyobb Európában. Tehát ezt megcsináltuk, és azért csináltuk meg, hogy ott lehetőség szerint érintetlenül maradjon a természet. Erre nem nagyon van példa egyébként, ilyen mértékű területre nincsen nagyon példa. A környezetvédelmi szabályok Magyarországon meglehetősen szigorúak, ugye vannak különböző minősítési területek vannak, nemzeti parkok vannak, természetvédelmi területek vannak, és így tovább, és így tovább. Itt, ahol egyáltalán gazdálkodási lehetőség van, majd erről majd vegyük le, mert elviszi a figyelmet, majd mindjárt ide is eljutunk. Tehát én azt gondolom, hogy persze mindig vannak viták, mindig vannak
érdeksérelmek, de ha megnézzük mondjuk a természeti, nemzeti parkok területén folytatható gazdálkodási tevékenységet, ez jól szabályozott mezőgazdasági tevékenységet, és alapvetően mindig a természetvédők javára billenen a mérlegnyelvet, tehát olyan korlátozások vannak, amit a gazdák persze mindig szeretnének egy kicsit oldani, ami azért jelentősen csökkenti a nyereség tartalmát az ottani gazdálkodási tevékenységnek, és be is szűkít egyébként a lehetőségeket. Ha azt a kérdést teszi fel, hogy vízügyben mit csinálunk, ugye említettem, hogy jobb állapotban hagyják el a vizeink az országot, mint ahogy ide érkeztek, de nem csak a szennyvíz tisztítás szempontjából vagyunk szerintem Európa érvonalában, hanem az árvízi védekezés is komoly feladatokat jelent, ugye ez a sok víz drámája. Ugye a Tiszán, említettem egy mondattal, utaltam rá, ahhoz, hogy elkerüljük azt a drámát, amit a nagy víz, mondjuk egy 9 méteres tiszai árvíz eredményez, ahhoz el kellett kezdenünk építeni szükségtározókat. 6-ot megépítettünk, a 7. épül, még 3-at kell megépíteni, és az a lét célja ennek, hogy amikor a nagy víz jön, akkor ezekben a tározókban kiengedjük a vizet, és 1 méterrel tudjuk így csökkenteni a folyónak a vízszintjét. Ami azért jó, mert akkor nem a töltéseket magasítjuk, hanem itt tároljuk a vizet átmeneti időre. Ráadásul most, amit erre is utaltam egy mondattal, hogy a vízügyi szakembereknél van egy szemléletváltás. Eddig mi volt a főszabály? Az volt, hogy ha van vízünk, sok vízünk van, belvíz és árvíz, azonnal vezessük le, vezessük be a folyókba, és vezessük ki az országból. Most nem ez az új szemlélet az, hogy nem, ezt tartsuk meg. Tározzuk, építsünk új csatornákat, a régeket takarítsuk ki, és tározzuk ezekben, plusz a mélyebb területek, amik mindig is vizenyős területek voltak, csak buta módon, botor módon, ezt mezőgazdasági termelésre kezdtük el használni, nem, vissza kell, bocsánat, hogy ezt mondom, vissza kell butítani, de nem visszabutítjuk, visszaadjuk a természetnek ezeket a területeket, rét, legelő, láp lesz belőle, és ott tározzuk a vizet, ami részben a mikroklímát javítja a párolgás révén, hűt is egyébként a környezetet, részben pedig lassan szivárgó víz, a talajvíznek a szintjét emelni tudja. Ez döntő ahhoz, hogy ne száradjanak ki úgy a talajok, mint ahogy ez egyébként az idei esztendőben történt. És a klíma. Ki a klímabajnok? Ugye ma sok országra úgy tekintenek, hogy biztos, hogy Ausztriára úgy gondolna, vagy úgy gondolna a jelenlévők többsége, hogy ő jobb klíma teljesítménnyel rendelkezik, mint Magyarország. Így gondolna rá? Gondolom, igen, nem. A többség biztosan. Na hát akkor nézzük meg, hogy ki a klímabajnok, és ezt a táblázatot, ezt az Európai Unió környezetvédelmi ügynöksége készítette, ez mondjuk nem friss, tehát ez egy néhány évvel ezelőtti táblázat, és a következőt látják, ugye azt látják, hogy ki az, aki csökkentett, és ki az, aki növelt. Ugye láthatják, hogy van néhány olyan ország, és Ausztriát nem véletlenül hoztam, amelyik nem csökkentette a kibocsátását, ugye aki itt a baloldali sávban van, az növelte a kibocsátását. Ausztria növelte a kibocsátását. Annak ellenére, hogy az energia jelentős részét vízerőműkbe állítják elő. De a közlekedés, az átmenő közlekedés, a tranzit közlekedés révén hihetetlenül nagy egyébként az emissziója ennek az országnak. Portugália növelte, Spanyolország növelte, Írország növelte. Most Cipruson, hogy beszéljünk, a speciális helyzetben van. De hogyha megnézzük, Magyarország viszonylag előkelő helyen áll a 32%-os csökkentéssel. 1990-hez képest az a viszonyítási év, mi 32%-kal csökkentettük a kibocsátásunkat. És ha megnézik, az még tanulságosabb, hogy alapvetően az élbolyban volt szocialista országok vannak. És ez nem csak a szocialista nagyipar összeomlása, részben ez, részben az Magyarországon is, részben pedig egy ipari technológiai váltás következménye, és az Európai Unió jó más országokhoz, mondjuk az Egyesült Államokhoz képest jó klímateljesítménye, az a volt szocialista országok teljesítményének köszönhető. Sose beszélünk erről. És Magyarország ebből a szempontból, ha megnézik ezt a táblázatot, jobb helyzetben van, mint Svédország, vagy Finnország, vagy Belgium, vagy Franciaország, ahol egyébként atomenergiát használnak zömében az áramtermelésre. Kevesen gondolnák ezt, igaz? Hogyha csak most így hirtelen csináltunk volna egy közelmű kutatást, hogy ezek az országok előttünk vagy mögöttünk vannak. Nem mi készítettük a táblázatot, hanem az Európai Unió környezetvédelmi ügynöksége. Úgyhogy környezetvédelem, klíma, víz. Próbáltam ideig röviden. Köszönjük szépen.
Félix, nem csak vizezik. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, hogy amit elnök úr itt fel is vetített, hogy ugye lokális szinten vannak arra vonatkozó kezdeményezések, illetve most, amit említett a kormányok részéről is, hogy ezzel a problémával komolyan foglalkozzanak. Viszont az előadásból nekem úgy tűnt ki, hogy látszólag a folyamat az mégis egy romló tendenciát mutat, ellenére annak, hogy vannak ilyen irányú intézkedések. Hogy mit gondol arról elnök úr, hogy egyrészt ez miért van, illetve hogy a politikának, illetve a ebben döntéshozó politikusoknak mennyire, vagy mikor jön majd el az a szint, amikor radikálisan kell elkezdeni erről gondolkodni, mert amit említett, hogy mondjuk 2050-re előre láthatóan, és hogyha jól emlékszem, akkor nem is feltételes módban, hanem kijelentő módban fogalmazott, egy gyakorlatilag egy predikciót fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy ennek milyen szociológiai, gazdasági és egyéb vonatkozásai vagy következményei lesznek, hogy mikor jut el, vagy milyen radikalitás az a politika részéről, ami ennek esetleg megállt parancsolhat, vagy lehet-e megállt parancsolni még ennek? Köszönöm. De hogyha most a kérdéseket megkeresük, mert most még ugye adós vagyok 5 kérdéssel, mert 4-re igyekeztem rövid választ, de van még másik 5, amit írásba tettek föl, és a legutolsó az, ami ugyanezt tulajdonképpen, vagy ennek a nem, lehet, hogy nem beszéltek össze, vagy összebeszéltek, de nagyjából ugyanezt a gondolatot tükrözi. Mindjárt látni fogja az utolsó kérdés a kérdések sorában. Az ugye úgy hangzik, olvashatják, hogy mikor mondja ki végre a világ országainak jelenkori vezető, mikor mondják ki a vezetői, hogy a klímaváltozás nem egy közeli fenyegető dolog, hanem egy már bekövetkezett esemény, amelyért kizárólag az emberi tevékenység a felelős. Ugye itt az előbb említettem azt, hogy nem csak az emberi tényező, tehát jó, hogyha tudjuk, hogy ebben vannak természetes folyamatok is. Az emberi tényező meghatározó, és a tempó az, ami sokkal nagyobb, mint korábban volt. Ez a korrekt. Az, hogy a klímaváltozás bekövetkezett, ezt nem mondhatjuk, mert ez nem lesz egy olyan pillanat, amikor azt tudjuk mondani, hogy ez most bekövetkezett. Ez egy folyamat. Az ábra, amit mutattam, hogy a kopoknál 95-től, hogy hogyan ment föl a légköri széndioxid koncentráció, és hogyan emelkedett a hőmérsékletek, hogyan nőtt a kibocsátás, az világosan mutatja, hogy egy folyamatnak nem tudjuk, hogy melyik részénél tartunk, nem a lehajló szakaszában, az teljesen nyilvánvaló. Én azt gondolom, hogy ezt már nem tudjuk megállítani. Tehát én nem hiszek ebben. Mérsékelni lehet. Tehát az, hogy a kibocsátás csökkentésére törekedjünk, az egy helyes szél. De a folyamatokat megállítani nem fogjuk tudni. Miért? Azért, mert a most kibocsátott, és jól látható, hogy az elmúlt 25 évben egyre nőtt a kibocsátása, a most kibocsátott széndioxid molekula még hosszú évtizedekig itt van a légkörben, mire eltűnik innen. Vagy az elnyelők semlegesítik, vagy eltűnik. Tehát kimegy az űrbe. Ha pedig ez így van, akkor a hatását is kifejti. És ez így lesz még hosszú, ha most azonnal leállnának a szénerőművek, ez még akkor is így lenne 30-40 évig egészen biztosan. Tehát amit most mi érzünk, az nem a tegnapi, meg a tegnap előtti széndioxid kibocsátásnak a következménye. Nem. Az a 70-es évek, vagy a 60-as évek széndioxid kibocsátásának a következményeit érezzük most. Az akkumulálódik. Tehát ezért én azt mondom, hogy persze tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ne roncsunk a saját helyzetünkön. Ennek sok ágaboga van, ennek vannak gazdaságpolitikai következményei is. Például az, hogy nem támogatjuk egyébként a fosszilis energiahordozókat, most éppen támogatjuk. Mintegy 450 milliárd dollárt fordítunk egy évben arra, hogy a fosszilis energiahordozókat, olajat, szenet és a gáz támogassuk szerte a világban. Tehát ilyen értelemben magunk alatt vágjuk a fát, és még fizetünk is érte, hogy előbb-utóbb leszakadjon. Ez remek ötlet. De a következő kérdés az az, hogy ezt, ha nem is tudom megakadályozni, lassítani talán igen, akkor a már következő kérdés, hogy hogyan alkalmazkodok ehhez a helyzethez. Tehát a fő kérdés a következő éveknek az alkalmazkodás. És amiről az egészségügyi 7 pont szólt, nem fogom tudni megakadályozni, hogy ezek az új szúnyogok ide jöjjenek. Nem tudom megakadályozni. Alkalmazkodnom kell hozzá. Kell diagnosztizálnom, és kell terápiát, gyógymódot találnom hozzá. Keresnem kell már most.
A szőlészek nem tudják, a borászok nem tudják megakadályozni, hogy a feljebb csúszanak az éghajlatjövek. Ma már a toszkanai borászok arról panaszkodnak, hogy nem tudnak olyan bort előállítani, mint 8-10 évvel ezelőtt. Nem is fognak. Más a hőmérséklet, más a cukorfok, más a savtartalom, más a taninja. Nem tud olyan bort előállítani Toszkana, mint 10-15 évvel ezelőtt. Vagy változtat rajta, vagy változtat, tehát új tőkéket telepít, vagy új fajtákat telepít, vagy más borokat készít. És ez lehet, hogy a piacnak annyira nem fog tetszeni. Ebből mi most profitálunk, ebből a változásból, a villányi, szexhárdi borászok ebből profitálnak. Most, de 25 évben már nem, már mi is a vesztes oldalon leszünk. Tehát már most kell kezdenünk olyan új fajtákat, kísérletet telepíteni, találni, klónokat, délről esetleg olyan fajtákat nemesítve fölhozni, megint csak telepíteni. Ez igaz az erdőkre, erdészekkel beszélek. Azt mondják, hogy megint csak a tempó. Hogy felejtsük el, tehát az, hogy ugyanolyan erdőket fogunk telepíteni a kivágott erdők helyére, mint 50 évvel ezelőtt, ez nem fog menni. Sok pénzt ráköltünk, és ezek az erdők már nem lesznek vágásérettek, nem fogják elérni a 70-80-100 éves vágásérett kort, mert a klíma erre nem teszi őket alkalmassá. Új fajokat, nem csak a Kárpát-medencéből, délről, a Balkánról kell olyanokat telepítenünk, olyanokat fölhoznunk, olyanokat már most elkezdeni telepíteni, nemesíteni, amik majd a megváltozott klimatikus viszonyokat bírni fogják. És az erdészeknek előre kell gondolkodni, nem 5 évet, nem 25 évet, mint a szőlészeknek, hanem 50 évet. Hogy mi lesz 50 év múlva, és ehhez képest kell nekik az erdőtelepítéseket megcsinálni az újaknál is, meg a pótlásoknál is. És ugyanez búza, kukorica. Folyik Martonvásáron nemesítés, rövidebb tenyész idejű, kevesebb vizet igénylő, szárazságtörő kukoricára és napraforgóra. De egy ilyen vetőmagot előállítanak, az 15 év kutatás. Ez nem most hiába kezdi el, elkezdték már régebben, lehet, hogy jövőre lesz egy újabb nemesítés, és az nagyon jó lesz. És jók is ebben ők. De ennek van, mint minden tudományos mutatásnak, van egy időigénye. Ez nem megy máról holnapra, már megvan a felismerés, holnap már egyébként új vetőmagon van, ez nem így működik. És az élet minden részén ez így van. Árvíz, nekünk egyszerre kell készülnünk a Tisza mentén egy rekord árvízre, ami lehet, hogy 12 évenként jön, vagy 10 évenként jön, elköltünk rá több 100 milliárd forintot ezekre a szükségtározókra, de csak 10 évenként használjuk őket, de hogyha nem építjük meg, akkor úszik Szolnok, úszik Szeged, úszik az összes Tisza menti település. És ugyanakkor meg készülnünk el a 2-3 évenkénti aszályos időszakra, és az egész Duna-Tisza közének a vízhálózatát újra kell terveznünk, és újra kell alkotnunk. Megint csak több 100 milliárd forintért. Nem tudunk mit csinálni, alkalmazkodnunk kell hozzá. És ez nagyon sokba fog kerülni. Időigényes, és sokba fog kerülni. De más megoldás nincsen. És szerencsére vannak jó szakemberek, van technológia, van politikai elhatározás is, a pénzt kell előteremteni hozzá. Nem olyan egyszerű feladat, de eddig még úgy, ahogy sikerült megoldani. Tehát nem mi vagyunk a legrosszabb helyzetben Európában, abban egész biztos vagyok. Bár a Kárpát-medence sokkal érzékenyebb. Sokkal-sokkal érzékenyebb, előbb és hatványozottabban érződik a klímaváltozás hatása, mint Európa más részén. Tehát nekünk, hogy mondjam, minket az idő jobban sürget, mint másokat. Kérdés? Akkor az utolsó kérdést levehetjük, mert összekapcsoltam, és van még 4 írásbeli kérdés. Mindjárt végigmegyünk. Bocsánat, nem szeretném senkitől elvenni a szót, csak a politikai döntéshozással kapcsolatban szeretném még megkérdezni, hogyha jól gondolom, és jól emlékszem, akkor elnök úr azt mondta, hogy javaslatot tett arra írásban, hogy ugye a COP 27 helyett G20-as országok gyűjjenek össze és hozzanak döntést, de hogyha jól értettem, vagy jól vettem ki a szavaiból, akkor ez a valóságban nem jött létre és nem valósult meg. Nem, tehát visszhangtalan maradt az egész. Tehát, hogy ez miért, elnök úr szerint miért nem kapott szélesebb körben politikai támogatást ez a javaslata? Hogy még egyszer bocsánat, hogy? Tehát, hogy ön javasolta azt. Igen, hogy az utolsó mondatot miért? Tehát, hogy ön szerint miért nem haraptak erre rá, hogy ez legyen így? Hát szerintem valószínűleg egy kicsit elkapkodtam a dolgot, mert mi Párizs után már azt mondtuk, hogy és ez akkor még nagy volt az eufória. Mindenki azt hitte, hogy Párizs megoldja a problémát. Én akkor azt mondtam, hogy persze, örüljünk annak, ami történt, meg a szándéknak, meg a céloknak, de hát a matek az más mutat. Tehát összeadjuk és összeadtuk, és a kettőtől is, nem a másféltől, a kettőtől is nagyon messze vagyunk. Tehát még ahhoz, hogy a kettőhöz közelítsünk, még kell tenni dolgokat. Kell vállalni újabb intézkedéseket. És kedves barátaim, hát ki tehetné meg? Tuvalu? Nem gondolnám. Nigéria? Nem gondolnám.
azok, akik a legnagyobb szennyezők. A legfejlettebb országok. Elég logikus volt. De akkor még valószínűleg egy korai is volt, kicsi országállamfél, mit pattog itt. Nagy volt az eufória, visszhangtalan maradt az egész. Én továbbá is azt mondom, ezt minden, nem minden, de sok fórumon elmondom majd, ha megkérdezik a véleményemet, hogy én nem látom értelmét az ilyen típusú tárgyalásoknak, mint amit most a COP27-en csinálnak. Semmi értelme, hogy ezt minden évben megismételjük. Semmi értelme. Annak látom értelmét, hogy 200 felkészült ember a G20-ak képviseletében, vagy akár csak a G7-ek képviseletében, már akkor is előre bennénk, leüljön megfelelő felkészültséggel, megfelelő anyagokkal, tudván egyébként, hogy a másiknak mik az érdekei, és egy kifutási időt adva, mert mindenképpen fájni fog, tehát azok döntések fájni fognak, érdekeket fognak sérteni. A lengyel szénbányák bezárása, igen, fájni fog a bányászoknak, a 100 000 ember, 100 000 család. Ott kell egy átmeneti idő, amíg egyébként őket valahogy átképzik, egy részét átképzik. Korai nyugdíjat kapnak? Rendben van, de akkor ezt a korai nyugdíjat valakinek ki kell fizetni, igaz? Annak van egy költségvetési hatása. Depressziósak lesznek, majd akkor azt az egészségügyi dolgozóknak kezelni kell az ebből adódó problémákat, alkoholbetegséget, stb. Plusz hiányzik az a szén majd, hát azt valahonnan akkor pótolni kell. Akkor helyette vagy gáz, az most Oroszországból nem jön, vagy atom, hát annak a megépítése 15 év, vagy veszünk LNG terminálon keresztül, vagy építünk vezetéket, ők építettek vezetéket, és Norvégiából hozzák le a gázt, most adták át egyébként 2 hete. És építettek LNG terminált is. Na de ez idő mindegyik, és pénz. Tehát kell egy átállási idő, és ennek van költsége. Azért mondom, hogy alkalmazkodás. És lehetne sorolni egyébként a példákat még. A kérdések. Visszamenjünk az írásos kérdésekre, még azokra is kíváncsiak? Na nézzük meg akkor. Szaladjunk végig rajtuk. Igen, az ivóvíz vészes megfogyatkozására erre válaszoltam, legalábbis remélem, ha rövid volt is a válasz, de mi lesz a jövő energiaforrása, mennyi idő, mire elhasználódik a Föld összes fosszilis energiahordozója, nem fog elhasználódni a fosszilisok, nagy része a Földben marad, független attól, hogy még bővül a fogyasztásuk, de a mostani tudásunk szerint bőven van annyi szén különösen, de olaj és gáz is, ami egyébként az emberiség növekvő igényét is kielégíti, és hogyha állunk át más energiaforrásokra, akkor ezeknek a nagy része a Földben marad. Most a következő dolgok történhetnek. Egy, atomenergia. Nem a kérdés nem erre irányul, de erre a kérdésre a válaszadásnál megkerülhetetlen. Az atomenergia ahhoz, hogy a klímacélokat elérjük, nélkülözhetetlen. Tehát atomenergia nélkül nem lehet sem a párizsi, sem egyéb, pláne ambiciózusabb célokat elérni. Ezt nem én mondom, hanem nemzetközi szervezetek mondják. Ez az első. A második, az úgynevezett zöld energia, a nap és szélenergia. Lehet bővíteni a kapacitást, kell is bővíteni a kapacitást, de mindaddig, amíg az energiatárolás problémáját nem oldottuk meg, már pedig nem oldottuk meg, addig szükségünk van alaperőművekre, mert ezek időszakos áramforrások, a szél is és a nap is, és ha nincsen egy stabil alaperőművem, ez lehet fosszilis és lehet atom, akkor nem tudom azt biztosítani, hogy itt áramkimaradás nélkül beszélgessünk másfél órán vagy 2 órán keresztül. Tehát meg kell oldanom ezt a problémát. Nem oldottuk még, meg dolgoznak rajta, de még nincsen meg a megoldás. Van egy atomenergiás kérdés is, igen. Igen, tehát én azt gondolom, hogy az atomenergia, nem az egy dolog, hogy én mit gondolok, de ezt mondják nagyon sokan, akik nálamnál jobban értenek ehhez a kérdéshez, hogy az atomenergia nélkül nem tudjuk a klímacélokat elérni. Erre ugyanazt mondom, mint az akkumulátornál. Aki átmond, mondjon B-t is. Azt mondjuk, hogy a fosszilis energiától meg akarunk szabadulni, mert veszélyes. Rendben van. Szén, gáz, olaj. Először a szén, a olaj, aztán a gáz a végén. Mert annak sokkal kisebb egyébként a klímalábnyoma. Itt is van egy átmenet. Rendben van, megszabadulunk tőle. Na de fűteni akarunk, világítani akarunk. A mobiltelefonunkat fel akarjuk tölteni, igaz? Este meg akarjuk nézni a meccset a tévébe. Akarjuk, hogyha így összejövünk, akkor legyen világítás. Otthon ne térjünk vissza a gyertyához, vagy a mécseshez, ugye? Ehhez áramra van szükségünk, nem? Hát ezt meg kell termelni valahol. Most, ha kikapcsolom a fosszilist, akkor valamire jönni kell a helyére. Nap és szél, rendben van. De nem tudok annyit termelni, és időszakosan termelem.
akkor nem tudom tárolni. Akkor be kell jönni az atomenergiának. Ha nincs, jól mondják még, hogy vízerőművek. Vízerőművek, de hol? Olasz példára szeretnék visszautalni, az elején mondtam, Olaszország pófolyó, az alacsony vízhozam miatt, és nem a Po az egyetlen, a világ számos területén van, hogy a vízerőműveknek a tározói kiszáradtak. Nem tudtak áramot termelni. Tehát alaperőműnek ma már a vízenergiát sem tudom mindenütt tekinteni. Tehát az atom megkerülhetetlen, szerintem. Vannak egyébként biztató kezdeményezések, tehát csak hogy ne legyen ilyen depressziós a vége. Bár egyfolytában az voltam. Mutattam egy-két jó példát, azért már kis legyenek lelkesebbek. Tehát van egy olyan, ma még kísérleti stádiumban van. De képzeljék el azt, amikor nem a hagyományos napelemeket látják a tetőkön, hanem egy fólia. Egy fólia, amiben nanotechnológiával rejtik el a napelemet, és ezt a fóliát rá lehet húzni az üvegfelületre. És az összes nagy felhőkarcoló, az én legalábbis az én lelki szemeim előtt ez van, ezek a nagy üveg förmedvények, ezek energiatermelő egységé válnak. És még hogyha egyébként az ott megtermelt energiát tárolni is tudom, akkor már két legyet ütöttem egy csapásra. Ez a fólia az előbb lesz egyébként, mint az energiatárolás, ez nagyon jó fejlesztések vannak e tekintetben, biztató, mert akkor nem kell új terület, pláne nem kell mezőgazdasági terület. A meglévő infrastruktúrára rá tudom telepíteni, a szállítási költségem nyilvánvaló, hogy sokkal olcsóbb lesz, a felhasználáshoz közel termelem meg az energiát, csak meg kell oldanom a tárolást utána, hogyha már ez megvan. Két probléma. Mit tehetünk, mi a klímaváltozás ellen? Hát, próbáltam erre válaszolni. Tehát a klímaváltozás, ugye az előbbi kérdésre azt mondtam, hogy nincs olyan, hogy bekövetkezett. Nem fogom megmondani se én, se senki más, hogy most már ott vagyunk, és a végén vagyunk, és akkor nem. Ez egy folyamat. Tudjuk lassítani valamelyest. A népesség növekedés nem tesz jót ennek, az egész biztos, hiszen plusz 2 milliárd ember még meg fog jelenni 2050-ig. Ez plusz fogyasztás jelent energiában, vízben, közlekedésben, infrastruktúrában, és így tovább. Ennek pedig mindnek van klímalábnyoma. Tehát már csak ezért sem fogjuk tudni egyébként jelentősen csökkenteni a kibocsátást szerintem, tehát alkalmazkodnunk kell, és az alkalmazkodásnak a technológiáját kicsiben és nagyban próbáltam ugye néhány példát a Planetről, cégek, néhány példát fiatal feltalálóktól, szintén bemutatkoztak a Planeten, és néhány példát, hogy a személyes életünkben mit tehetünk. Sok kicsi sokra megy, azért ezt ne becsüljük le. Erre válaszoltam. Tiszai személyszennyezés válaszoltam. Egyébként, ha még akarnak a tiszai személyszennyezéssel foglalkozni, akkor van egy ukrán-magyar kettős állampolgár, a papa ukrán, a mama magyar, Laszczuk Dimitri a neve, és készítette egy filmet, talán 40-45 perc a film, tehát nem olyan nagyon hosszú, egy dokumentumfilm a Tisza nevében. Nézzék meg! Elérhető egyébként a YouTube-on. Érdemes belenézni. Már csak, hogy a probléma mélységét lássák. Hogy mennyi szemét van még ott egyébként, ami majd meg fog érkezni hozzánk egy nagyobb árvízzel. A csatlakozni milyen szervezethez lehet? Hát több ilyen szervezet is van. Talán a Természetvédők Szövetsége, vagy melyik lehet az, amelyik a legnagyobb hálózattal rendelkezik. De hogyha egyébként ilyen nagy ambíció van valakiben, akkor 10 ember már egy egyesületet alakíthat, és már is saját célra elkezdett foglalkozni valamilyen témával. Nagyon sok ilyen szervezet van, tehát érdemes keresni, felvenni velük a kapcsolatot. A petkupásokra utaltam, ez egy nagyon lelkes társaság, ők most már a Bodrogot és a Tiszát is járják, évente kétszer, nyaranta természetesen, és gyűjtik össze a petpalackokat, hatalmas bálákkal jönnek le a vízről, meg a partról, segítik a feldolgozást is, úgyhogy van nagyon sok jó civil szervezet, fiatalok is szereplői ennek, vagy fiatalok, zömében fiatalok részesei ennek, amihez szerintem, hogyha valakiben van ilyen ambíció, akkor az megtalálja hozzájuk az utat. A akkumulátorgyárakról beszéltünk, energiaforrás, fosszilis összes kifogyáról beszéltünk, vészes megfogyatkozás, Málta, tehát nem csak Málta használ egyébként sót. Na, egy dolgot még hadd mondjak, Málta nem jó példa ebből a szempontból, de Szingapúr jó példa.
Szingapúrban a következőt csinálják, ott is nagyon kevés a víz, tehát kicsit hasonló a helyzet, mint Máltán, és a következőt csinálják, egy harmadát importálják szomszédos országokból, egy harmadát tengervíz sótalanítása, na és most jön a Suspain, egy harmada tisztított szennyvíz. Tehát olyan mértékben tisztítják meg a szennyvizet, hogy az import vizet a tengervíz sótalanításából származó vizet, és ezt összekeverik, és ez megy a hálózatba. Láttam, voltam az üzembe, ittam ebből a vízből, és még itt vagyok. Tehát technológia van hozzá. Drága, de meg lehet oldani. No és akkor volt még? Ennyi volt. Van-e még valami, amit esetleg valakinek hiányérzete, vagy nem válaszoltam a kérdésre, vagy nem volt kielégítő a válasz, vagy esetleg kezdem az egészet előről, hogy másodszor is el tudom ugyanezt mondani. Ha nincs, van még 2 percük? 3. Egy könnyedebb zárás. Egy kis zenével, képekkel. Láttam a jeges lévületet itt néhányatnak a harcán, hogy jó, még ez itt elkezd nekünk énekelni. Nem, néhány évvel ezelőtt még, amikor Párizsra készülődött a világ, akkor néhány neves zenész, az idősebbeknek a név mond valamit, de lehet, hogy a fiataloknak is Paul McCartney többek között benne volt, vagy Bon Jovi. Tehát összeálltak és készítettek egy dalt. És a dalhoz készült egy videoklip. Úgyhogy másodszor is megköszönöm a figyelmüket, akkor ezzel köszönnék el, jó éjszakát kívánva, és további sikeres kutakodást kívánva a témában. Köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy itt volt és meghallgatott. Hangunk nincs. Addig, amíg bekapcsolják a hangot, addig... Akkor álljunk vissza az elejére, mert... Álljunk vissza, és akkor engedje meg, hogy megköszönjem addig is, mert akkor zenével búcsúzunk ne az én hangommal, hogy eljöttél hozzánk, és azt lehetett látni, hogy ez nem volt megrendezve, de ez vastaps volt, ez nem kérdés, tehát felszoktam ismerni. Úgy, mint a fűtés. A fűtésbe körbe mehetsz az üres termekbe, az 18 fokra van beállítva, ugyanis nekünk 25%-nyi gáz kell megspórolnunk ebben az évben, és ezt teljesíteni is fogjuk, és rá is jöttünk arra, hogy ez nem is olyan lehetetlen, tehát egyetértek veled, hogy erre ha gyorsan elmegyek, akkor még lehet, hogy a mai napi adagot is sikerült eljönni. Vagy előre fűtjük, tehát ennyivel csökken a gázfogyasztásunk. Amire viszont szeretnék utána, hogy egyrészt köszönjük, és tényleg fantasztikus volt valamennyünknek sok újat és érdekeset, és ezt kellő átéléssel adtad elő, és azt kell mondanom, hogy ez az igazi lényeg, mert hiteles volt, és hát egy nagyon aprósággal készültünk. Ebben nagyrészt gyógyszer van. Benne van a villányi nyertes vörösborunk, amivel minden évben a Semmelweis Egyetem hozzáértő professzorokból kiválasztja a legjobb magyar bort, úgyhogy az is benne van, meg néhány egyéb dolog, ami az egyetemre fog. Emlékeztem, még egyszer nagyon köszönjük, és várunk majd egyszer vissza, amikor jobb újabb hírekkel. Információ. Jobb hírekkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a figyelmet.
possessions, money or religion, I'm heading into my bed. And the real question that matters is still the matter of look, you go, there's a full moon, you're a tiny bloom of hope. You would have thought the ground we stand on could be so fragile. Say to us, thank you.